Üdvözlök mindenkit, ez itt a Futballkárcón, és a mai videóban 131. mérdéjén megyünk tovább, és sajnos nincsen facecam, mielőtt itt nem tudom, kit a lázadás, meg szeretném magyarázni nektek. Igazából arról van szó, hogy ez a facecam-es megoldás a hálószobában történik, az én asztali kis játszós gépem, az veszi a webkamerával a képemet, a arcocskámat, és hát az a baj, hogy ilyenkor a méldéknél, ugye van, amikor múlt heti is, 130. is, 2 órás méldé volt, de megnézitek ezek az index képet, most a thumbnail, nagyon sok doboz van, nagyon sok érdekes küldeménnyel, szerintem biztos, hogy több lesz, mint 2 óra, attól függ, mennyi állatos kártya lesz persze, meg mennyit dumálok itt az elején, szóval a lényeg, hogy nem lesz rövid, és ilyenkor senki nem tud bejönni a szobába, ez pedig nem egy ilyen kis iroda vagy videós szoba, hanem ez egy teljesen általános hálószoba, per gardrób, per minden van ott, úgyhogy nagyon kellemetlen, illetve hát a lakásba, ugye, azért itt este van idő ezt felvenni, és a kisfiamat is ezzel zavarom általában, hogy ott örültködök, meg örülök a kártyáknak, mert miért ne örülnék, és viszont itt kinn a videós műhelyben jóformán semmi nincs, se internet, se gép bedugási lehetőség, se semmi, úgyhogy marad a szokásos felvétel, de szerintem nem lesz rossz egyébként, hiszen múltkor is volt, hogy itt volt a fészkem itt fölül, és telibe kitakartam az aláírtakat. Oda raktam, és nem bírtam átmozgatni utólag, és telibe írtátok is sokan, hogy kitakartam a legjobb kártyákat, úgyhogy ez így nem jó. A fészke majd legközelebb akkor lesz, ezt meg tudom oldani külön helyiségbe, és nem állószobába kell 3 órát befoglalnom. Na jó, kezdjük el, magyarázkodás ennyi, ezért nincsen fészkem, de szerintem ugyanúgy élvezhető lesz, meg hát ismeritek a reakcióimat dolgokra, vagy éppen az új dolgokra egyáltalán nem, úgyhogy együtt fedezzük is fel, kezdjük el ezt a méldét akkor. Ugyanúgy itt van az én kis késecském, a stand, ja, és itt sokkal-sokkal nagyobb helyen van. Tényleg, tehát össze nem hasonlítható, hogy mennyivel nagyobb helyen van szépen ide kipakolni mindent a gyepre. Úgyhogy azt mondom, hogy nyomjuk, üssük neki. Minecraft, aláír, oké, aláírós, top class, meglepi, milyen igényesen van becsomagolva levél, ez pedig top class csillogós. Jó, szuper. Nézzük akkor, hogy miről van szó. A levelet első körben. Azt mondja, hogy kedves Renátó, Dávid vagyok, 11-es, már harmadjára küldök levelet, megint szeretnék veled kártyákat cserélni, hiánylistát, és még szeretnék egy prémium kártyát, ha lehet, de nem muszáj. Köszönöm, Dávid, 2 borítékot küldtél, oppáré, köszi szépen. Jó, akkor valószínűleg a válasz boríték abban lesz, mert ebben nem volt. Jó, nézzük a aláírósat. Akkor majd Dávid is borítékára figyelni kell. Akkor lesz egy másik változata. Ezt akkor félre rakom, mert ebben nem találtam válaszborítékot. 2 webpét kell aláírni, ez teljesen rendben van. Nézzük meg a Minecraftosat. Úgy. Új Minecraftos kártya. Wow. Szerintem a fények is sokkal jobbak itt. De ez már csak mellékes. Itt a műhelyben jobban ki van alakítva a fényeknek a dolog. Még bent ugye egy sima hálószobában nagyon nehéz a fényeket dolgozni, de azért ott is megoldottam, csak itt szerintem még profibb. Nézzük ezt a top class-t, mert ez eléggé nagy. Tehát ilyen 3 blokkra van osztva. Ó, valami kis angol leckének a papírjára van rá firkálva, vagy becsomagolva. Na nézzük, top klasszos kártyák, abból rengeteg, alaptípusúak, jó nagy stóccal. Top klassz csillogós lesz ez. Jó. Úgy is van. Na nézzük, ez csak csillogós, akkor az szép, úgy de jól néz ki. Ajax logó, ez is gyönyörű. Gavi. Elég jók, köszönöm szépen neked. Azt mondja, és akkor a végére meglepi. Voltosan. Fortnite-os holókártyák, kérem szépen. Haaland,
A szép, kettő darab nagyon király Fortnite-os kártya, egy halándos Top Master per Signature, az új értelmezésében, ez pedig egy epic típusú, azért az már nem gyenge, egy Lucky Rider új Fortnite szériának az első holója, tehát te küldtél először az új Fortnite-ból holót, én ezt vissza is rakom a kis puhatokjába, mert ezt illendőség lenne bevédeni, jól is tetted, köszönöm szépen neked, óriási, megy majd az albumba. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, akkor most így nyugodt szívvel tehetem a jobb felsőbe a standeseket, hiszen nem takarja ki semmi, és így beállítunk neki valami szép fényt. Ah, de hogy kicsillog, ez mennyire durva, brutál már, azt a mindenit. Köszönöm szépen. Ezt már akkor félre rakom, de oldalra, mert akkor lesz folytatás a levelednek, csak nem tudni mikor. Következő. Most minden kicsit megnézek, hogy te vagy a Dávid. Nem tudom, Dávid vagy, te Tamás vagy. És ott a válaszboríték is. Nagyon helyes. Ezzel így gond nem lesz. Minden válaszborítékot sikerült feladni. Igaz, nagy részét pénteken. Úgyhogy aki még nem kapta meg, az ne pánikoljon, hiszen megfogja. Szia Renátó! Küldök egy pár barbis, illetve focis kártyát cserébe, Barbie matrica, dorka, hú, nem sok Barbie matrica cserén van, de majd kidurrantok akkor egy displayt, vagy valamit, és akkor majd lesz. Jó, rendi csek. Válasz boríték, itt fent elkezdem gyűjteni, és akkor nézzük, hogy miket küldtél, mert hogy ebben minden van. Top classnak a legjobbjaitól elkezdve, tényleg itt vannak a barbisok. Mekkora matrica ez a barbis. Gördeszka, nagyon király. Köszönöm szépen neked. Itt ezt a nagy barbit már ide is rakom. Király. Oké, és mennek vissza majd a jó cuccok. Nézzük a következőt. Jó. És van. Nagyon király. Szia, kedves futballkárcunk, küldtem neked focis kártyát, most küldök először neked kártyát, nem tetszünk fognak, és most az update edition, mert a top class gyűjtöd, hiányzóidat írod, meg ha tudsz, adsz pár limitáltat, köszi szépen, köszönöm, Dávid! Jó, oké. Okay. Természetesen, top class. Nézzük. Oké. Okay. Na ez már durva egyből. Az szép. Tillman, és még jó néhányan. Nagyon szépen köszönöm neked. Szuper jó. Ez pedig FIFA 365-nek a sima változata. Kipörgetjük centrifugából, és akkor nézzük is. Van dupla is, van sima is, van csillogós is. Kis vegyes megoldás, de legalább szép állapotúak. Köszönöm szépen neked, szuper jó. Oké, okay. Nézzünk egy picit. Van itt ilyen egészen pici. Ez föntre. Úgy, levélbe, mintha beletettem volna, azt mondjátok. De nézzük is. Na. Ó, igen. Football and Cards kolléga küldte ezt, meg is lepődtem, mondom, de király matrica. Van, tehát ő is azért csinál tartalmakat, úgyhogy nagyon örülök, hogy ellátogatott ide a méldére. Szia, futballkárcunk, nem tudom, emlékszel-e, másfél éve ezelőtt álltam küldött Zete kártyacsomagra, hát nagyon brutál volt. Azóta annyian írtak e-mailt, hogy hol lehet ilyet szerezni, úgyhogy kérlek, hogyha ezt nézed, biztos nézed, akkor kommentbe írd le, hogy már megint valami atom király cucc, hihetetlen. Kérlek, valami kis tanácsot adja többieknek, honnan lehet ezt beszerezni, mert nagyon-nagyon tetszik neki. Főleg így, hogy az Ete megverte az Ácsi Milánt. Az nagyon durva. De idén újra elkészítettem őket. Hogy ezt te csinálod? Wow. Úgy gondoltam, neked is küldek belőle egy készletet. Remélem ez is tetszeni fog, mint az előző. Hajrá, Zete, hajrá, Fradi. Tök király, igen, ez a testvér is. Hát az Zetébe csomó Fradi kötődésű edző, pályaedző, minden játékos is van, volt, lesz, úgyhogy ez egy tök jó dolog szerintem, ez a kapocs. Nagyon szépen köszönöm. Komment részlegbe légy szíves, hogyha időd engedi, akkor mesélj még erről a sztoriról, mert nagyon érdekelne, hogy mégis mi a helyzet ezzel kapcsolatban. Nagyon igényes a csomagolás.
Nézzük, miről van szó. Hogy ne emlékeznék, óriási volt ez a szett. Á, ez széttépem, mert félek, hogy a kártyát nem bírom úgy kivenni, úgyis más helyre kerül. Szóval, hogy félek, hogy nem bírom úgy kivenni, hogy szép állapotú maradjon. Oké. Van itt egy logókártya, ugye? Már ez eleve, mekkora király. Damien Patrick, de az, hogy így megdizájnoltad, óriási. Figyelj, óriási. Ez pedig Bedi Bence. És ilyen, van ilyen kis fényes felülete a kártyának. Leszják, ez Huszti András, gyönyörű. Mocsi Attila, mekkora karja van a csávónak, te jó ég. Szaforov, majd utána egy Gerényi Bence, és Szánkovics, lehet őket aláírni, vinni. Zetemecsre, Mim Gergely, majd utána egy Tajti Mátyás, óriási tehetségnek kikiáltott Tajti, egyébként vannak jó meccsei az Zetében is, Mayer Milan, majd utána egy Milanovki, vagy mi? Noviki, bocsánat. Szalai Szabolcs, több Zetemecset kellene néznem, Mesek, mekkora mezben, óriási, és Moinc, hát azért ő elég erősen fradi kötődésű, ugye, illetve a mezek gyönyörű, gyönyörű Zalaegerszegnek a rajza, tulajdonképpen városrajz. Régen, most az aréna, fantasztikus Zete aréna. Ó, ez komoly, hogy ezt megvártad. Ez nagyon durva. Srác, ez komoly. Hát ennek kéne egy külön album. Bakker, és kártya méretű? Már a kártya. Tökéletesen kártya méretű. Minimális, minimálisan nagyobb, de szerintem ettől függetlenül ez befér egy albumba. Nézzük meg, hogy puhatokba befér, mert arra még nagyon kíváncsi vagyok. Hol vannak a puhatokjaim? Várjál. Itt nem találok már csomó mindent a... Mióta itt kimentem. Jaj, feldölt a izé. Még jó, hogy tokba van. Oké. Maradj úgy. Tökéletes. Jó, füvet össze. Boronáljuk megint. Na, szóval megvan a 100-as puhatok. Nagyon kíváncsiak, hogy befér-e. Mert hogy az lenne az igazán ütős, ha beférne. Ez tökéletes. Vagy hagyjam így, és akkor egyesel puhatok hozzám be úgy album. Lehet, akkor már kiszedem. És a standre. Már hogy lesz stand. Ez a Tácsi Milán. Kerül ki. Nem felejtem el azt a pillanatot, amikor pánikolva hozta a Milán edzője a jobbnál jobb játékosokat, hogy megmentsék a meccset. Nem sikerült, kérem szépen. Nem sikerült. 3-2-es győzelem. Hatalmas játékkal. Ez stand nálam. Hol van ez a kis standecske? Ott van. Ez bizony, ide kiemeljük. Ez gyönyörű. Hát, ez fantasztikus lap. Köszönöm szépen neked, hogy ezt elküldted. Kérlek mindenféleképpen valami kis beszámolót a kártyával kapcsolatban. Rittyencs ide, hogyha van kedved, mert nagyon sokan kíváncsiak rá. Jó, nézzük a következő küldeményt. Válaszboríték. Kis kártya. Meg van törve, ahogy látom. Túl fényes az állapota. Viszont van jó kis válaszboríték, nézzük ezt. Panini FIFA 360 Adrian XL, és akkor itt leírod a dolgokat ezzel kapcsolatban, hogy mi hiányzik. Teljesen rendben van. Szia Renátó, Bence vagyok, 9 éves, először küldtem kártyákat, remélem, hogy tetszeni fognak. Gyűjtelem a Panini FIFA 360 Adrian Update Edition kártyákat, tudsz, kérlek, küldj jelzókból. Teljesen oké. Rendítsek. Oda a válaszboríték. Ó, az jó megcsípett. Azt a mindenit. Na nézzük. Vegyesen. Teljesen vegyesen kártyák. Mindenféle szériából, szedből. Úgy pattognak a gumik. Manchester City-sből van retro. Vannak ilyen picit sérültebbek is, jobbak is, teljesen vegyes felhozatal itt is. És akkor valószínűleg az utolsónál is ez lesz a történet. Vegyesen mindenféle kártya. Így is van, mindenféle szériából. Jobb, illetve rosszabb állapotban. Köszönöm szépen neked. Oké. Jó, jöjjön akkor a következő.
Ez ilyen postán maradó cucc volt. Azt sem tudom, hogy hol kéne bontani. Úgy. Nagyon jó. Na nézzük. Rengeteg minden van benne, sőt, figyelj oda. Még védelem nélkül beszórva kártyák. Azaz, oké, már lyukas a boríték, nincs benne semmi. Na nézzük ezt a védelem nélkülieket. Egyébként jó állapotúak. Panini FIFA 360, annak is az Update Edition-je. Írd le. Ez fontos. Egy Soltész Dominik XXL, ez már az enyém. Egy Dárdai Palkó, illetve egy Szala. Nagyon jó. Ezt ide is rakjuk. Meccsata. Ilyen bunkó vagyok, levelet első olvasom. Köszi, nézzük a leveledet. Update. Ja, hogy a update-ből hullott ki. Jó, akkor azért volt ez a nagy kifolyt kártyamennyiség. Teljesen jó a válaszborítékod. Szia, kedves FCH, Bálint vagyok, 10 éves, először küldök kártyákat. Önszeretem a videóidat, itt írod a hiánylistát, de ezek a legfontosabbak. Szoboszlai Gulácsi, Szoboszlai Messi. Hát igen, Szoboszlai ez nekem is fontos lenne. Nincsen most Szoboszlai cserém egyáltalán. Oké, okay. Ez az aláírósod, nagyon jó. Haaland, ott a Haaland klub. Update csillogos. Nézzük. Rengeteg csillogós az Update Edition variációból. Panini FIFA 365. Itt is ömlenek a csillogósok. Picit sarkasok a kártyák, sőt, mondjuk ez már nem sarkas, hanem ez már szakadt kategória. Kár érte. Top class. Nézzük is, nagyon szép. Ó, mégse szép. Top class, sajnos ennek is hiányzik a sarka, pedig az elején tök jók voltak. Felálláskártya. Abból is küldtél jó néhányat. Köszönöm szépen neked. Oké. Na nézzük akkor, mi van itt még, mert hogy van itt bőségesen sok minden. Ez lesz Dávidnak a másik, amit oldalra raktunk. Annak ez a második felvonása. Meglett, akkor megtaláltam. A következő akkor majd egy doboz lesz. De akkor ez még Dávidnak a kettő válaszboríték. Minek kettő? Egybe is elférünk. Ennyi minden azért nem szokott lenni. Nagyon durván meg lehet több négy válaszborítékot a súlykorlát nélküli, de minden esetre kettőt küldtél, úgyhogy hát belerakom, és akkor majd, nem tudom, valamit próbálok beletenni neked. Majd szellősre csomagoljuk. Fortnite briket. Új, régi, az a nagy kérdés, de szerintem minden. Ahogy látom. Aha, igen, ez minden. Ez régi is, meg új is, teljesen vegyesen, úgyhogy majd szépen kiválogatom. Lehet látni egyébként a hátulján, ugye, ez a fehér dizájnos, ez az új. Oké. Okay. Köszönöm szépen neked, ide jön a Haaland klub mellé. És akkor nézzünk egy dobozt, egy óriási nagy dobozt, mert nem lesz hely itt óriási nagy dobozoknak, attól félek. Úgyhogy már rakom is ide, pumás dobozba kaptam küldeményt, keresem a kis késemet, oké. Okay. Honnan lehetne ezt jól megbontani? Innen alulról, itt ahol vagyok, itt biztos be kell vágni. Szerintem ott fönt is valahol. Ó, hát ezt csak látszatra vágtam be. Hát az elején kéne, csak ezek a tornyok, ez nagyon durva. Ezt a tornyot áthelyezem fölőre. Remélem nem akar leborulni. Jó. Aha. Postás, amikor adta át ezt a csomagot, ez volt most úgy csalmi jött a héten, és ilyen csomagszerű volt.
melyen ko alá kell írni meg minden, akkor kezet fogott velem. Már pedig azért, mert mondta, hogy ez az utolsó munkanapja. Kirúgták. Pedig baromi jó fej volt. Volt valami affér, aztán kirúgták. Szomorú amúgy, mert tényleg nagyon-nagyon rendes volt velem. Na nézzük. Azt mondja, hogy Alexis Sanchez retro képes sport poszterekkel, Riyad Mahrez, Sergio Aguero, egy VB-s, Jézusom, mennyi minden. Azt a mindenit. Azt nem semmi. És esik ki belőle mindjárt a jó kártya. Ezt a dobozt, ez nagyon nagy. Gondolom, hogy az album ugye kényelmesen beleférjen. Jó, oké. Megvan. Na nézzük. Levelet keresnék, Dávid. Kis cetlie, hát azt a mindenit, Dávid. Te jó ég! Szia, Renato, remélem tetszeni fognak a kártyák, van be régebbi is, ide is. Szeretnék bármilyen szép mirjába Aubameyangot, meg egy Kroost előre, és köszönöm. Tehát jó videóhoz a Dávid, na. Kihívásodat elfogadom. Igyekszem teljesíteni majd. Köszönöm szépen. Ezt a rengeteg mindent, amit folyamatosan küldesz, azt figyeljétek, a Limited Edition, a gyönyörűek alul, Invincible, Zsornyó, minden van, és itt is Kevin De Bruyne, az komoly, Bappé Topmaster, Jézusom, Panini Prismes belga Chadley-nak a kártyája, óriási stand, limitedek itt is mindenhol. Nem veszem őket ki, hogyha nem haragszol, könnyebben át tudjuk itt nézni, illetve hát nem károsodik, ameddig én kiveszem. De itt komoly albumrendezések lesznek, azt a kegyetlen minden ide jól néznek ki ezek, és milyen hibátlan állapotúak. Fú, 2014-es VB. FIFA 365, 2010-es VB. Az első VB, és talán az egyetlen, amit az első meccstől az utolsóig végig követtem, a 2010-es volt. Mert hogy suliba jártam, és igazából semmit nem kell csinálni nyáron. És kitaláltam, hogy az első meccste az utolsóig megnézem. Nagyon jó volt. 14-es, ott meg már diát munkáztam, meg ilyenek, ott már ilyesmi. Nem volt idő, hogy a gagyi meccseket megnézem. De fantasztikus. Úgyhogy nekem a vuvuzela jutott csak. Rengeteg szuperkártya, és ahogy látom, tényleg mindegyik hibátlan állapotú. Köszönöm szépen, és itt van a végében valami kis album. Panini FIFA 365 2022. Ez te albumod, vagy ezzel most mi van? Jézusom! Ez fúra van töltve. Atyavilág! Ez komoly. Hát ez, bakker, ezt jó fúra töltötted. És itt a hátulja is fullon van. De kemény. Hát, ez nagyon komoly album. Jó, van be mindenféle, de ez durva. Jól tele van. Azt a hétszentségit. Na jó, van, köszönöm szépen neked. Ez az album, ez hibátlan állapotú, nagyon jól néz ki. És milyen kártyák vannak benne, úgyhogy én ezeket óvatosan oldalra is rakom. És az pedig stand, hát az egy Panini Prismes kártya, nem valami bohóc gyártmány. Úgyhogy én azt már tokolom is be, legalább egy puhába. De szép. 2018-as Panini Prism elképesztően jól néz ki. És az pedig jöhet oda. Remélem azért nem vakulunk meg attól a Fortnite kártyától. Mindig amikor oda nézek, azért így kell pislognom egy párat, annyira fénylik. Köszönöm szépen, óriási volt a küldeményed, Dávid. Lessük már a következőt. Mit szólnátok, ha az is doboz lenne? Volt már ilyen egymás után dobozok? Most lesz? Nem tudom, hogy volt, mert biztos volt már ilyen. Volt, hiszen csak dobozos mérdő is. Oké. Okay. Csak én meg nem akarlak szivatni titeket, hogy legyen csak dobozos méldéj, mert sokkal többbe kerül a feladása. Úgyhogy sőt, inkább ne is küldjetek dobozba, hogyha belefér persze kis borítékba,
Mert tényleg nagyon drága egy doboz feladás. 2000 forint alatt ma már nem lehet megúszni, úgyhogy mindenkinek köszönöm, aki ennyi mindent küld. Maga postázás se olcsó. Tudom, legtöbb esetben szülők fizetik, úgyhogy nekik meg aztán végképp köszi. Jó. Kis válaszboríték, itt ahogy látom, van rajta egy meglepít, ahol összeragadt. Ott egy kis fóliás cucc. Hát ez is, ez pont olyan küldemény, simán belefért volna egy nagy borítékba, és lehet, hogy sokkal kevesebbet kell volna fizetni. De a feeling megvan így legalább, hogy doboz. Jó. Válaszboríték tehát király. Nem engedi. Na nézzük. Szia, kedves futballkárcunk, küldtem focis kártyákat, lesz még egy meglepi pak. Én 9 éves vagyok. Hogyan áll a Top Class albumom? Limitedekre vadászom. Mert most sorba is raktam a limitedeket, nem csak vadászgattam őket, hanem sorba is raktam őket. És egy nagyon szép limited kollekcióval szeretnék nektek majd itt villogni, mutatni, hogy hát mind nagy rész nektek köszönhetek, hogy mennyire király lett, meg minden. Úgyhogy most éppen azon vagyok rajta, de amúgy nagyon-nagyon jól áll az album. Jó videózást, Molnár Csaba, Léci, írd alá, ilyen lista a hátulján, tök oké. Okay. És akkor ezt kell ugye aláírni, már ez kiesett belőle. Szerintem ez teljesen rendben van, köszönöm szépen a sok küldést, nézzük, hogy mégis mik vannak benne. Tekerem, de nagyon hosszú, egy hétnyi szendvics ebbe belefér. Rengeteg mindenféle, csillogós, nem csillogós, félig csillogós, nagyon csillogós, hát ebben rengeteg szuperkártya. Köszönöm szépen, ez egy giga nagy Top Class küldemény, amit ide villantottál. Csillánunk neki helyet, hogy azért szépen be lehessen ott pakolni. Nézzük akkor a következőt, ezt lehet, hogy inkább itt elvágom két oldalánál. Hogy? További Top Class. Nagyon ütöd neki. Ott a limited. Na, ezeknek nagyon-nagyon örülök. Mert bármelyik bővítheti az albumomat, ugye? Én akkor mindig átnézem az albumokat mail délután. Nem egyből. Megyek aludni. Kb. Lesz éjfél, mire végzek. De utána majd másnap, meg hétköznap azzal szoktam tölteni az időt, hogy akkor borítékozott, meg átnézem az albumokat, és szépen betöltöm a kártyákat. Köszönöm szépen itt is, rengeteg mindenféle jó lap. Szuper. Oké. Látom, azért te is komolyan veszed itt a Top Class gyűjtést, azért ez nem bohóc szint. Igen. Ez is Top Class. Azt a mindenit. Rengeteg szuperkártya. Fantasztikus. 5 millió lap. Köszönöm szépen neked. Zseni. Zseni. És akkor a végén meglepi. Nézzük. Eddig elég ilyen Top Class hangulatú volt. Meglepődnék azon, hogyha ez nem Top Class lenne. Inkább az. Az fogja okozni a meglepit. És nem Top Class. És nem Top Class. És ráadásul annyira nem Top Class, hogy tök jó FIFA score lapok. Az meg azért nem gyenge. Messi, Haaland klub. Ott a Haaland klub. Ki gondolta volna, hogy egyszer Haalandokból lesz itt egy ilyen saját szekciója a csávónak. Az nagyon komoly. Köszönöm szépen neked szuper kis FIFA score kártyákat. Az a baj, kiraknám standre, de úgyis le fog kerülni. Kirakunk egy Messi-t standre, mert prémium kártya egyébként a FIFA score, tehát újságoshoz besétálva, meg a kis, nem tudom is, párba, biztos, hogy nem fogsz te kapni FIFA score kártyát, hanem úgy kell berendelni, vagy külföldről, vagy itthon vadászni valami prémium shopból, még ha nem is annyira drága, de attól függetlenül nehéz a beszerzése, úgyhogy... Hát ez stand. Ez stand, aztán majd max lekerül, Messi. 4 standet elvittetek holóval, speckó, Zete Ács Milan kártyával, tehát azért itt elég durva dolgok vannak. Jó, oké. Nézzük a következő küldemét. Legyen egy ilyen nagyobb.
nagy boríték. Tops. Tops. Csillogós, tinni. Válaszboríték, de figyelnem kell majd az 50 g-ra. Levél. Ez nem tudom mi. Top játékosok. Panini és Tops logók. Panini vegyes tinni. Mennyi pak van ebbe? Kapitányok. Jó ég, mennyi csomag van. Hiszem ennyi. És az a durva, hogy milyen sok volt benne, és 1000 forintból meg volt. Sőt, 1000 alatt meg volt a feladása. Még ugye csomagként sokkal drágább lett volna. Meglepi. Felállások, aláírás. Nézzük ezt először. Úgyhogy ezzel is javaslom. Ha spórolni akartok, akkor ne dobozozzatok. Pedig én nagyon szeretem a dobozokat, de na. David Alaba. Ezt aláírjuk, és akkor vissza fogom neked küldeni természetesen. Jó, szia, kedves Ato, most küldök először kártyákat, milyen jól tetted. Cserébe szeretnék kérni egy darab Messi Topmaster, Lewandowski Pro Elite, Ronaldo Topmaster, Haaland Top Class Topmaster, és Dávid a... mi? Dávid Alaba? Alabába egy aláírás, tőled egy aláírás, szerintem sokat kérek, akkor amit gondolsz. Nem az, hogy sokat kérsz, hanem nincs. Tehát ennyi Topmasterem, nem lehet ennyit leszüretelni a Topmaster fáról, mert meg fogsz haragudni, vagy nem tudom. Szóval nem az a baj, hogy sokat kérsz, hanem hogy nincsenek ezek, tehát csak a legdurvábbakat kéred, és semmi mást. Úgyhogy majd azért valami vegyes pakkot kitalálok. Oké. Okay. Felállások. Hát általában ilyen jó kis finom külföldi cuccokat szoktam. Tradingből is azért adogatok, hogy azt is lássátok, na csak a focit. Tök jó. És egy vegyesen szoktam ezeket összeállítani, de hát persze foci is van benne bőségesen. Ha tudok, még prémium is kerül bele. Éppen az adott helyzettől függ. Kis vicces matrica, az mindig pörög. Így is van. Panini vegyes. Nagyon zsír. Panini és Tops. Úgy, logók igazából. Jó pár logókártya. Top játékosok. Nézzük. Top class. Abból néhány szuper játékos. Király, ez valami nagy, erre nem volt ráírva semmi, de legalábbis én nem láttam. Á, XXL, csak ceruzával volt ráírva. Rükkös. Kenan Kodro, szuper. Oké, és oké. Ez pedig Tops csillogós. Nézzük. Haaland klub újabb tagja. Ott van. Nagyon zsír. Ez rengeteg, rengeteg. Köszönöm szépen. Nem is gondoltam a videó elején, hogy Haaland klubozni fogunk, de most ezt így, nem tudom, szórakozásképpen kitaláltam. És azt kell, hogy mondjam, tetszik. Atlantás. Rengeteg, de csapatok szerint rendezve. Ez meg egy tök jó pluszpont. Jó. Meglepi. Meglepít inkább átvágjuk, mint sem vandálkodjunk. Ott van, az komoly, Krisztál, Szoboszlai Dominikos kártya, félig. Nagyon jó, köszönöm szépen, ezeket van, Signature Style, minden, minden. Köszönöm szépen. Jöjjön a következő, nézzünk bele. Ez mégis milyen kártyákat tartalmazhat. Talán levél, vagy rajz. Válaszboríték, ott valami értékesebb, csillogósabb lesz szerintem. Kis pakli, nagy pakli, limited pakli. Ennyi? Oké. Na nézzük a leveledet. Azaz.
Oké, na nézzük. Szóval, szia kedves futballkártyú, küldök neked kártyákat, szeretnék kérni prémium kártyákat, és mondjuk a lehet mezdarabos kártyát is, na hát azt én is kérek, meg egy tokot, Norbi, hát nem szorozol, az a helyzet. Prémium kártyát megpróbálok neked adni, persze nem ilyen tonna számra, mezdaraboset biztos, hogy nem fog tudni, nekem is kb. Van néhány darab, azokat is vagy ti küldtétek, vagy nyitottam, és emlékköt hozzá, úgyhogy azokat nem annyira szeretném így továbbadni, mert tényleg nagyon örülök nekik, meg ilyesmi. Viszont van itt Nemzetek Ligája matrica, illetve egy Márez. Hát azért Haaland klubba nem rakjuk be, viszont örülünk neki. Következő átgumizott cucc. Vegyes, teljesen vegyesek ezek a pakkok. Közben kificcen egy-két jó lap, és megijedek tőlük. Szuper. Jó, hát ebbe is csak jók, nagyon köszönöm. Hát ezért ez a Kimpembe, az csak ide kerüljön már, mégis limited durvaság. És itt is nagyon királyok, ó, Forma 1, ó, Select, Lichtsteiner, Szoboszlai Dominik, Forma 1-es kártyák a visszavonuló Fettel, aki a családjával szeretne lenni, teljesen meg lehet érted, hány évet leversenyzett már, és neki bizony van nagy családja, akivel időt szeretne tölteni. Lichtsteiner, szelektes kártyája. Nagyon király, köszönöm szépen neked. Nagyon-nagyon jól néz ki. 2016-17-es szezon. Elment az utolsó stand. Nem is tudom, hogy 30 percet alig hagytuk el, és már elment. Szerintem ilyen gyorsan még nem ment el. Nem ment még el az öt stand. Vannak ötletek, hogy miket kell majd levenni, mert kicsit könnyelműen raktam fel a zetés meg a FIFA szkóros lapot. Tehát azok fognak legelőször kimenni innen, de ettől függetlenül szerintem jogosan vannak ott, ahol. Köszönöm, srácok. Ilyen jókat küldtök. És itt is nagyon-nagyon jó lapok vannak. Nem meg vagyok lepve, hogy ennyire nyomjátok. Premium Limited Edition. Az is komoly, hát azt is kiszedjük, Milik Premium Limited-jét. Fantasztikus. Hát ezek nagyon durva kártyák. Azt kell, hogy mondjam. És itt is vannak még Topmaster, Kevin De Bruyne, Sass Club, még több Topmaster, Invincible, Cristiano Ronaldo, Invincible az igazából félig, negyedik, bocsánat, Haaland. Úgyhogy ő még tökéletes helyen is van ott. Az nagyon durva. Köszi szépen neked. Nézzünk megint egy ilyen dobozszerűséget. Nagyon hangos csomagolópapírra, típusát tekintve hangos a csomagolópapír, amelybe van vonva. Na, szerencsi csokoládés dobozban. Ó, méghozzá szaloncukor. Eléggé vagány, ki van vágva a közepe. Azt lehet simogatni, de nem simogatni kell, hanem el kell olvasni a levelet. Jó, mennyi minden van benne. Ez pont idefér. Nagyon ötletes csomagolás. Kézilabda. Hát ezt megbeszéltük. Oké, rendben. Itt van néhány top klasszos kártya. Manchester Unitedból millió szám, meg Bayern Münchenből. Az szép, az szép. Tovább folytatódik, top klassz. Kicsit szerintem összerázkodott itt a dolog, azért annak így lekop a feliratok. Aláírni. Aha, na várjál, megfordítjuk. Haaland. Rengeteg, rengeteg top klasszos, tényleg tonna. Ezt a minden itt iszonyat mennyiség, nagyon durva, nagyon szépen köszönöm. Beleremegett az asztal, leraktam, annyira nehéz. És itt is továbbra is csapatok szerint rangsorolva vagy szedve. Ami mondanom sem kell, óriási nagy segítség nekem. Hihetetlen mennyiség. Nagyon durva. Köszönöm szépen. Meglepi. Levél.
Szia, kedves FCH, tesómmal küldök neked. Küldeményemben top class kártyákat küldtünk cserébe, igen, látom. Kéritek, 2013-14 Champions League, igen. 2019 sima Topmaster, többi 13-14 limitált, rád bízom. Új, jó régieket kértek vissza. Remélem nem lesz gond, mert nagyon-nagyon régieket kértek vissza. Itt még egy Lewandowski-t kell aláírni. Én kiszedem a kis helyéről, illetve egy Ledley. Szuper. Az borítékba durran bele, és akkor a végére még megnézem a... Meglepít. Jaj, felszedett egy matricát. Ragadós meglepi, és a meglepibe... Ó! Milyen különlegességek vannak itt? Azt a mindenit, Gelson Martins... Donruss, srácok, nagyon durvák vagytok. Select, Coutinho, figyeld már, Konrad Delfulente, rookie kártya paralel verzióban. Rafinha, Zapata, Revolution, Kingsley Coman és Fernando Torres. Az komoly. Hűha! Az ember azt se tudja, hogy mit rakjon ki. Te jó ég! Hát... Nehéz bármit is mondani, mert... Bakker! Köszönöm szépen neked! Próbáltam néhányat kihelyezni, de egyértelmű, hogy ez a paralel Konrad de la Fuente kerül. A standre. Ezzel meglepődtem. Ez most nagyon komoly meglepetés volt. Köszönöm szépen. Igyekszem jókat visszaküldeni nektek. Ez nagyon durva. De szép. Merlin 2020-21 Tops széria. Nagyon kiváló kártyás széria. Messi kerül le. Ő is barszás volt, ugye? Úgyhogy talán nem fog megsértődni. Ha egy barszás fiatalnak adjuk át a helyet. Hát ez a Konrad de la Fuente, ez úgy csillog, mint a Atya Úristen. Úgyhogy csatlakozik Fortnite kollégához csillogás terén. Nagyon köszönöm. Nagyon durva, úgyhogy megvan az első standváltás is. Ilyen is történt. Jöjjön a következő. Ebbe is minden van. Vegyes, kis válaszboríték, teljesen jó. Matrica, vegyes, meglepi, vegyes. Na nézzük, hol a levél? Na mindegy, nézzük a vegyest. Ezt át kell vágni. Úgy. Milyen műszaki rajzlap? Ez annyira durva ez a rajzlap, hogy hát nem is tudom már ilyen karton. Gulácsi Péter úrunk. Nations League kártyák, köszönöm szépen, illetve FIFA 365. Van itt megint csak ilyen vegyes felvágott szerűség. Össze-vissza bekarmoljuk, csak bontódj ki, kérlek. Semmi más nem kérek tőled. Úgy, tradinges cuccok helyett most már minden. Azt hittem az elején csak trading, köszi szépen. Matrica. Jó. Gru. Illetve mezek. Meg labda, meg játékos. Van ez boríték, hogy nincsen itt levél. Hát, nem érdekes. Jó. Meglepi. Már én nagyobb videósokat is megkértem, kártya volt régen kártyamánia, sportkár szerintem még azóta se tartja, hogy írja már levelet, hát olyan jó amúgy ilyen kézzel írott, vagy nagyon felkinyomtatott is lehet, szóval egy kis leveleket olvasgatni, Manuel Neuer, illetve új Forma 1-es kártyák, köszönöm szépen, wow, Stat Etex Fettel, nagyon zsír, hámos Fettel körül, örög a világ. Köszönöm szépen. Van még mit bontanunk. Úgyhogy nézzünk egy ilyen nagyot. Aztán ezután megindulsz.
Nem akar jönni. Szóval ezután megint doboz lesz, csak ez most nagyon nem akarja. Ez a baj, óvatosan kell. Jézus, átgumizott cucc. Milyen bélyeg az? Meg tudom mutatni meg. Azt a mindenit parlamentes bélyeg, 100 éves az országház. De király! Na, ott lesz akkor a közönségtali. Pak. Jól átgumizva, ne borulj le. Jó. Na. Hú, sokkal kényelmesebb amúgy itt pakolni, mint a kis szobába. Levél plusz hiánylista. Nézzük is. Szia Renátó, Gombos Csaba, ő 9 éves, másodszor küldök neked kártyát. Légy színe arra, úgy, amiért sokat fogok aláíratni. Sokat fogsz... A franc. Na mindegy, majd berakok valami jó kis podcastet. Benk is küldök, köszönöm szépen, hiánylista. Legdurvábbak, oké. Nézzük akkor, hogy mégis miből élünk, miket küldtél. Miket kell aláírni, mi ez a sok aláíratni való. Gondolom piacra mész ki az aláírásommal. Vegyes. Kezdjük el nézni, jobban csomagolva. Szuper! Rengeteg féle fajta, de mindenféle típusból fejjel lefelé is jó pár kártya. Kettes, ez egy csillogós pak lesz. Ezt is megkezdjük itt. Nagyon jó. És ott már ki is lehet húzni a lapokat. Azaz. Jó, kis régi is van benne. Vegyes. Úgy. Itt is. Nagyon jó. Rengeteg féle fajta. Panini régi, illetve van itt Road to Euro is. Nézzük a következőt. Ezt mind alá kell írni. Írd, Jézusom, de miért kell ennyit? Jó ég. Atya világ. Bakker. Sűrű. Halándot is. Ennyit aláírni. Nem fog beleférni a súlykorlátba, vagy nem tudom. Nagyon-nagyon sok. Ez minek? Ez mi a tökömnek? Kuka. Hú, kegyetlen sok kártya. Az én küldeményem, most gondoljatok bele, ezt ide rakom, ez írd alá. Az én kis küldeményem az kb. Fog állni két kártyából, mert nem fér bele a borítékodba. Annyit kell aláírni. Mi értelme van, te jó ég? Nem vagyok mérges, most csak nem értem. Nem. Nézzük ezt is. Lehet, hogy utána lesz valami limit, hogyha nagyon idegbe jövök és elfáradok. Következő mérdére biztos kitalálok valami limitet, hogy 5 kártyánál többet nem írok alá. Mert ez így nettó idő pazarlás, hogy az összes szép kártyádat, mert hogy limitedek, értékes lapok, ezt konkrétan nullával teszem egyenlővé, mert ha én aláírom a Józsi bácsinak, aki gyűjti a kártyákat, de szarik bele a YouTube-osokba, akkor az nem fog jelenteni semmit neki, olyan, mint összefirkált volna a kis hülye gyerek. Közben meg én írtam alá, de hát én meg ki vagyok ugye neki, meg bárkinek. Nehéz ez a témakör, hogy most az én aláírásom szerintem inkább elcseszi a kártyák értékét, csak neked lehet maximum pozitív. Meglepi. Jó. Régi kártyák, kis csillogós, porszmorsz játékos,
Régi angol klub limited, köszönöm. Mert ugye az más tészta, hogyha a Haaland kártyát egy Haaland ír alá, vagy mondjuk itt van ez a Hector Moreno, akit annyira nem is ismerünk, de Hector Moreno odajön és aláírja. Mert hogy saját kártyát írja alá, de azok ugye nem az én kártyáim, nekem idézőjelben semmi közöm nincs hozzá. Úgyhogy még az is nehezen ér valamit, hogyha a Zete kártyát, mondjuk, ezt a Szalai Szabolcsot aláírja a Zete kártya készítője, még az is nehéz. Nehéz lenyelni, de ha mondjuk konkrétan a játékos írja alá, aki rajta van, Gerényi Bence írja alá, Gerényi Bencés lapot, na az más tészta. Úgyhogy nehéz ezt megítélni. Én ezért nem szeretek ilyen 20 milliárd kártyát tönkretenni az aláírásommal, mert ugye egyiken se én vagyok. Na mindegy. Erről csak ennyit. Szalai Ádám is van, Ebuyé, Karim Benzema, még szakál nélkül, fiatal volt, csenevész, Beninek. Ez tönkreteheti ezeket a kártyákat? Egy-kettőt már megkaparintott, és hát nem lett szép vége. Dobhattam kukába utána. Ó, nagyon kedves, aranyos vagy. Hát berakom az albumba, Paw Patrolos 2016-os, beragasztom az albumba, de inkább nem adom neki oda, mert akkor ez itt felhasználhatatlan lesz, mert beveszi a szájába. Jelenleg ott tartunk, úgyhogy de majd átadom neki egy pár év múlva az albummal együtt. Köszöni szépen! Írd alá! Nem fog tudni neked kártyát visszaküldeni. Ezt eléggé furán kalkuláltad ki, mert nagyon pici ehhez a válaszboríték. És ezt belerakom, hogyha belefér, de én ebbe így kártyát neked... nem is értem. Nem is értem. És tök jó lapok, ha megnézed. Tök jó lapok. Tetejére. Azt a mindenit. Már érzem, hogy nem lesz ennek jó vége. Ez így... Ez hülyeség, ez nettó hülyeség. Na jó, mindegy. Menjünk tovább. Okay. Gondolom ezt alá kell írni. Meg ezt is alá kell írni. Azt hittem. Mondom, falnak megyek. Szerintem nem jó a válaszboríték, de mindjárt megnézzük. Jó, na. Lessük meg. Leveledet. Szia, kedves Ráta, Máté vagyok, 11 éves, először küldök neked kártyákat, már régóta jól áll a Top Class albumon, már megvan az össze signature, na, gratulálok, és csak néhány kártya hiányzik. Na, remélem örülni fogsz a kártyáknak, biztos, miket küldök neked, Top Classból hiányzó, így Máté, köszönöm szépen, amiket küldtél. Válaszborítékod, nem jó. Nincsen rajta egy szem bélyeg sem. Megnézzük, hát van pénz, hogy bélyeget vegyek. Semmi, mert olyan megoldást is láttam már, hogy nekem kell bélyeget venni. Hát ez így nem jó. Én ezt félre rakom neked, és akkor egy jó válaszborítékkal én ezeket nagyon szívesen visszaküldöm, de az egyenlőség elve miatt, ugye mennyi néző küld jó válaszborítékot, nagyon sokan vagytok, ezért nem tehetem meg, hogy velük kiszúrok, úgyhogy kérlek egy jó válaszborítékot. Nem is kell ekkora egy ilyen kis szösszenet, ilyen súlykorlát nélküli kis valamit küldesz, az már tökéletes, ez 185 forint, tehát annyira piti összeg, hogy egy matrica csomagot nem bírsz belőle venni, viszont válaszborítékot igen. Úgyhogy ez így sajnos nem jó, ne haragudj, de félre rakom ide a polcra, úgy oldalra is raktam. Nézzük, hogy miket küldtél. Jó, köszönöm szépen. Nézzük, hogy miket küldtél. Jó, köszönöm szépen. FIFA 365 lapok egyébként. De itt már lesz mindenféle izgalom a végén. Bappé, limitációs edíció. Nagyon jó. Ez pedig a Willian. Az elején, de a gumi mögött
meg William mögött van jó néhány srác. Cristiano Ronaldo, Messi, Top Classból nagyon sok kártya. Illetve ez pedig Top Classból a csillogósak, az értékesebbek, a vagányabb kártya. Nagyon-nagyon komolyak. Teljesen jók. Köszönöm szépen. Neked kérlek akkor, ahogy megbeszéltük, egy királyválasz borítékot küldj, és akkor minden zsír lesz. Dobozt kéne megnézni, mert azt ígértem. Úgyhogy dobozt nézzünk most már meg, tényleg. Ezt én rendeltem, ezt a cuccot. A sportkártyabolt.hu-tól. Mielőtt itt bárki bármit gondolna. Nem, ezt ti is meg tudjátok rendelni, de ezért én fizettem. Semmilyen szponzi nincsen benne, csak egyszerűen ez a legolcsóbb bolt, a védőket lehet rendelni, és mindenféle van. Úgyhogy elnézést a többiektől, ITC shoptól, meg collectortól, de ott is vannak jó védők, viszont minden nincs. Nekem kellettek ebből a puhatokból. Ez a legalapabb, legegyszerűbb puhatok, viszont tökéletes méldei visszaküldéshez, mert szeretem puhatokba nektek visszaküldeni. Ebből nekem nagyon sok kellett. A nagyon sokat az ilyen tizet érts. Kellett prémium puhatok, az ilyen prémiumabb kártyákhoz, ezt félrerakom, illetve szeretem volna egy kis keménytáblás, kis kártyagyűjtőket, színes mappa oldalakat, de figyelj, miért mondom el, hogy miket rendeltem, nézzük meg. Nem tudom, hogy miért kezdtem el elmondani, hogy miket rendeltem, amikor itt van az asztalom. Ne kérdezd, este van. Legalábbis nálam. Meg a fejemben. Na. Lássuk meg, miről van szó. Kis papír, és már kezdődik is a buli. Na, gyereki. Egy albummal, méghozzá Ultra Pro Collectors album. Ez egy előre betöltött, befűzött album, itt oldalakat nem tudsz hozzáadni, nem tudsz cserélni, nem tudod ilyen dagi ducira felbővíteni. Viszont már benne van rengeteg jó oldal, ami nem fog kiszakadni. Ultra Pro ugye garantálja a minőséget, tehát Ultra Pro-s oldalak vannak benne. És ez egy korrekt kis album, amiben a prémiumjaidat tudod tenni, és kemény táblás. Tehát tényleg megvédi a cuccot, nagyon-nagyon jó a fogása. Egyszerű, olcsó, viszont nagyon király, nekem nagyon bejövős, úgyhogy ez az egyik. Album oldalak. Ezeket szépen be lehet fűzni, ez az egyel prémiumabb, nem a legalapabb oldaltípus, mert alig van pár forint, 20-30-40 forint eltérés, úgyhogy én a prémium oldalakat választottam, ez is ilyen Ultra Pro, tehát licenszelt fölültöltős, azt hiszem, hogy oldaltöltős. Nem, klasszik fölültöltős, tehát fölülről belemennek a kártyák, nem király, tehát albumot kell nekem is boostolni oldalakkal, hogy a prémiumok rendben helyén legyenek. Ha gondoljátok egyébként ilyen prémiumos cuccokat, majd bemutathatom, meg videózhatunk együtt erről, hogy hogyan is képzelem el. Zöld mappa oldalak, piros mappa oldalak, óriási nagy szükségem volt ezekre, hogy kibővítsem, mert kosárlabdás, meg mindenféle ilyen tematikákban már elfogytak az oldalak. Egy óriási albumba ugye. Ez egy 160 oldalas kis itt teljesen egyszerű App Pro Binder portfólió, vagy nem 160 oldal, 160 kártyás, hülye vagyok. Tehát az Ultra Pro-nak ez egy ilyen kis portfólió mappája. Ez nem kemény annyira a műanyag táblás, de gumival áthúzható. Tánkirály, teljesen egyszerű, és rengeteg kártya elfér benne, 4 darab oldalanként. Ez megint egy kis album, nagyon cuki amúgy, nagyon kis pici, ilyen tenyér méretű. Fekete, és ebbe is 4 kártya oldalanként, imádom az ilyen kis albumokat. Most a magyar aláírtaknak, meg a nem tudom, formágyes kártyáknak, ami prémium formágyes kártya, ugye ezekbe csak prémiumot fog tenni, annak nem kell 650.472 oldal, meg ilyen 12 kártyás egy oldalra van olyan album, amiben 12 kártya fél egy oldalra. Szóval nem kell ilyesmi, egyszerű egy ilyen kis elég dolog, úgyhogy össze-vissza beszélek, de ez tökéletes lesz. Na, ezek pedig a puhatokok, abból is rengeteg. Te atya úristen, rengeteg, mert ezek úgy fogynak, mintha muszáj lenne. És egyáltalán nem drága egy ilyen százas puhatok, szóval szerintem aki profin gyűjt,
Nyugodtan nevezzetek be egy-két ilyenre, mert azért vettem én is ilyen sokat, mert egyáltalán nem drága, és a kártyákat meg úgy bevédi, mint az állat. Úgyhogy ez egy zsír cucc. Ez a prémium, azért látszik a minőségbeli különbség, tehát már a csomagolás is teljesen más. Prémium cuccról van szó, ez az igazán drága kártyáknak megy majd. Kis kártya vastagság határozó, ugye sportkártya bolttól, köszönöm szépen neki, kis cetlike. Majd utána ilyen 10 kártyás tároló, ez ilyen nagyon elegáns kis megoldás. Hogy lehet ezt szép patinta? Ó! Úgyni. És akkor ebbe bele tudsz tenni 10 kártyát, nagyon feszes az ajtó, tehát így megáll. Tök jó cuccról van szó, és akkor ebbe bele tudod pakolni a 10 kedvenc kártyádat. Még nem tudom, mit fog belerakni, de biztos lesz majd rá jó ötletem. Ez pedig ajándék, ezt nem rendeltem, ez egy ajándék kis karkötő, ez egyik ilyen védőgyártó cégtől, Game Genic. Köszönöm szépen! Azt hiszem, hogy ennyi. Te már fogalmam nincs. Jó, ennyi. Úgyhogy ennek azért most így lehet örülni, legalábbis én nagyon örülök ennek a sok védőnek, mert igazán hasznos, és nagyon kellett már. Ezt a védőtornyot, ezt nem is tudom, hogy hova tegyem. Most itt nem arról van szó egyébként, mert bárki félreértésbe esik, és elkezd küldeni fröcsögő nyálas szájjal e-maileket, hogy küldjek egy ilyet. Ezt nem azért vettem, hogy így bedomom a borítékba, hanem hogyha szeretnék visszaküldeni neked minőségi limitedeket, meg szép kártyákat, akkor ne az legyen, hogy be kell hánynom védelem nélkül, meg ilyen papírvédőbe, hanem ezekbe tudom tenni, úgyhogy ez inkább erről szól. Nincs semmit bármiféle dolgról. Ez meg az én kis enyém. Ez az utolsó egyébként. Tehát ő az utolsó kis Lancelot lovag, pedig rendeltem meg 1000-valahány százat ebből is korábban, néhány hónapja, hát ez el is fogyott. Na, kiveséztük a rendelésem. Ez a rendelés nagyjából 15 000 forint körül volt, plusz egy 1000-es a posta, csak hogy így az árakkal tisztában legyetek. De rengeteg jó album volt benne. Na! Hú! Jöjjön a kövi! Tartalmaz kártyát. Mi meglepő? Még több kártyát. Na, ez igazán meglepő. Ezt tetszén fog a Benedeknek. Az ilyesmit szállt. A kártya a Maticán nem tud mit kezdeni még a Benedek, de ezeket imádja. Hát köszönöm szépen, már az ő nevébe is. Nem cuki. Jó, levélke. Válaszboríték kocska. Úgy. És még mindig van. Na, most már vége. Nézzük a leveledet. Kedves FCH, Benny vagyok, 9 éves, harmadjára küldök levet. Gratulálok a fiathoz. Küldött is a húgom neki egy meglepít. Hát nagyon fog neki örülni, én is egyből Benedekre gondoltam, amikor megláttam. Nagyon kedves tőletek. Küldök neked sok kártyát, és a 6 éves húgom is, amit szeretnénk előre, és köszönöm. Itt leírod szépen. És köszönöm, várom a kártyákat, anya segített. Benny, jól van, örülök neki. Van segítség, jó a válaszboríték, megy vissza majd a cucc. Meg persze kis meglepés. Matricák. Vedes lesz, felkészültem rá. FIFA 365 nemzetek ligájából rengeteg féle fajta matrica. Most látom a Haalanddal, mi történt itt a Haaland szekcióval. Enyhén felborult. Ez Sophie, az mit jelent? Sophie. Ja, hogy ő küldi! Értem. Dínos, köszönöm szépen, autósnak is örülök. De az az album már full, viszont a Dino az nem full, úgyhogy annak meg még jobban örülök. Köszönöm szépen! Azt hittem valami Sophie-s kártya, vagy én nem is tudom, mire gondoltam hirtelen. Kettes. Ebben minden van, Nemzetek Ligája biztosítja a védelmet. De egyébként ez egy teljesen vegyes, sikeredett csomag, desztel a végén, ami már különleges. Itt most nem raktam vissza, ugye, a standeket, nem gratulok magamnak, pedig tök jó lapok vannak ott, nem értem, én nem pakoláztam vissza. De jobb később, mint soha. Hát, itt még azért lehet finomítani. Na jó, így már jó lesz, srácok visszajöttek. Fortnite-nak a csillogását azért meghagyjuk. Hogy fájjon az a szem. Na, meg vagyunk, oké, menjünk tovább. Egyes, védelem. És akkor a többiek.
Ó, kiállításlap, Nemzetek Ligája kártya, Pokémon kártya, Tepig, illetve Harry Potteres Limited Edition kártya. Nagyon zsír, és a meglepje végére. Katar, Meki, illetve Rodrigo Tops Kristál. Teljesen jó, oké, és ezeket félre rakom a Mekiseket, és akkor ez pedig Westergaard idejön. Köszönöm szépen! Jó, nézzük meg Ádám csomagját. Ádám a legdurvább ilyen tagságot fizető figura. Nagyon-nagyon sok mindent köszönhetek neki, a csomó fejlesztés, minden az ő segítségével jöhetett létre, meg amikor vettem egy-két ilyen prémium cuccot, meg hát ez a védő is, ez nem volt ilyen olcsó, és hát ezt nagyon-nagyon szépen köszönöm. Én a csomókkal óriási nagy bajba vagyok, viszont kellett, hogy ne nézzek bele, mert nincsen nagyon becsomagolva a téma. Ilyen brit zászlós, londonos táskába rakta Ádám. Úgyhogy én nem leszek az, aki 20-szor felhasználja ezt a ajándéktáskát. Át fogom vágni, mert nincs kedvem meg időm se a csomóval szarakodni. Hú, de jó hangja van. Azt a minden ilyen hangja van ennek. Pedig ez a legdurább késem. Miből van ez? Menj már, miből van ez? Azt a mindenit. Ez nagyon durva. Ez kemény volt. Milyen biztonságosak is ezek a dolgok. Na, lesz benne olyan, ami nem biztos, hogy MLD-kompatibilis, de majd akkor azt kivesszük. Ez Benedeknek jött. Ó, Ádám, nem kellett volna. De király, mármint ez tényleg baromi jó. Nagyon köszönjük szépen. Biztos, hogy fog tetszeni neki, ez egy kis alvós téma. Hát nagyon kedves vagy. Oldalra rakom, miatt itt összeszemetezem. Kaptam egy kis gamer energétel. Köszönöm szépen. Kis ellecske. Van itt Fradis egérpad. Feladni soha. És ez mennyire igaz volt a Szlován ellen. Amikor azt hittem, hogy maximum döntetlenre fogjuk kihozni összetetbe, és óriási nagy győzelmet aratott a Ferences. Óriási. És ott a tábor. Ez kegyetlen jó. Ez nagyon durva. Hát, ez biztos, hogy használni fogom. Ha más nem melóban. Már többet egerezek, mint otthon. Ez a kis üzenetecske szerintem, mindjárt megnézem, egy pillanat. Aha, oké. Okay. Ja, ez publikus. Kedves Ato, fogad sok szeretettel, ismét egy kis apróság. Csomagom feleségednek is, kedves kettem, egy kis aprósággal. Kicsit nehezen tudom elolvasni. Pörögjön tovább a megosó. Köszönöm szépen, Ádám. Lesz egy kis 61-es egyes filmdobozban szöveg. Videón kívül olvasd, de igen, igen, ezt mondtad is. Hú, kicsit nehezen tudtam elolvasni, mert káprázik a szemem. Jó. Ez micsoda? Jézusom, mekkora. Te atya a világ, mekkora kulcstartó. Életem nem láttam mekkora kulcstartó. Nagyon jó érzés nyomkodni. Komoly, köszi szépen. Ezen most meglepődtem. Fémdoboz. Forma 1-es fémdoboz. Nem látom az acskótól. De király. Wow, köszönöm szépen. Van vele terv. Van vele terv már most. Ez pedig egy másik fémdoboz. Miért néznek ki ennyire jól ezek a Forma 1-es fémdobozok? Köszönöm, Ádám. Bitang, amit küldtél. Valószínűleg ebbe lesz a üzenet, úgyhogy ezt gyorsan meg is kukkizom. Igen, jó, akkor az megy privátra, ezt akkor félre is rakom, mert egy kis levelentyű. Ez pedig egy fém dolog. Köszönöm szépen! Óriási jó cuccokat küldtél. Ez micsoda? Ja, darabkája izének, zacskónak. Hát nagyon kedves vagy, hogy mindenkire gondoltál, rám is, Benedekre is, asszonykára is, mindenkire. Köszönöm szépen. Ez a Forma 1-es fémdoboz, ugye van egy ilyen kollettólos, amit
Hát ki fogunk majd bontani. Lehet, hogy mellé rakom ezt, a tiédet, és megnézzük, hogy mi a különbség, hogyha kettő ugyanolyat bontasz ki. Hogy ugyanazok vannak-e benne? Remélem, hogy nem. Ciki lenne, de ki fog derülni, az biztos. Köszönöm szépen, Ádám, óriási. Óriási, de tényleg olyan durva vagy. És emellett ugye a tagság, hát nem komoly. Jó, óvatosba. Hát ez azért nem lett olyan óvatos. Kártya, pöttyösös. Oké, várjál, ez így nem lesz jó. Ezt a berakom. Úgy. Azaz. Erről van szó. Na, nézzük. Szia, Renátó, küldtem per kettőt, remélem tetszeni fognak. Ilyen lista. Köszönöm. Teljesen jó. Gyorsan letudtad. Dumáltásokat itt a levélbe. Biztos, hogy tetszeni fog. Focis kártya 2015-ből. FIFA 365-nek konkrétan a legelső szériája, amit itt elküldtél. Köszönöm szépen neked. Következő. Update Edition-es FIFA 365 kártyák. Itt is rengeteg féle fajta. Köszönöm. Disney matrica. Ó! Mikor évjárat ez? Nem írja. Dezsír. Ez hova való? Melyik albumba megy? Kérlek, segíts kommentbe, ez melyik albumba megy? Van ilyen Panini Disney album. Nagyon sok matricát küldtél, és szeretném helyre tenni. Köszönöm szépen neked. De jó, Harry Potter. Rengeteg régi kontaktkártyák. Nagyon fura volt ez az elrendezés, hiszen nagyon királyul néztek ki. Köszönöm szépen, speciális cucc a javából. Bundes. Német dolog. Uff, ez nagyon durván sérült szegény. Atya világ. Ez nem is Bundes. Tehettó még menő. Ez pedig Bundes. Sallai Roli. Kiszúrtam. Magyarokat messziről is. Pöttyös kártya. Itt megküldtél néhány pöttyös kártyát, de kár érte Novák Dezső, hogy keresztbe van törve igazából. Ez pedig egy ilyen topszos Lanzador. Speciális, régebbi típusú. Elég vagány. Köszönöm szépen! Hú! Hát nagyon nehéz most a standről bármit is lelökni, de óriási volt a küldésed, neked is. Nagyon-nagyon tetszettek a cuccok, amik benne voltak. Menjünk tovább, nézzünk akkor még egy dobozt. Ez lesz az utolsó doboz, de még ezen kívül nagyon sok küldemény van, úgyhogy én csak a dobozokat akarom letudni, mert nem lesz hely itt dobozozni, az a helyzet. Úgyhogy most aztán kidobozozzuk magunkat. És akkor sokáig nem. Azt figyeld, az komoly. Fortnite, de nem is Fortnite, minden. Ez itt a minden. Fólia. Fűha. Az komoly. Atya világ. Azt se tudom, hova pakoljam. Ezért mondom, hogy doboznec. Ez nem tudom mi, de veszélyesnek tűnik. Ott egy ilyen veszélyes ötös, még lángol az az ötös. Oké, dobozt eltávolítom. Jó, na, valami rendszerűséget tegyünk, mert itt a doboz miatt eltolódtak a srácok. De La Fuente. Na. Oké, válasz borítékot, teljesen jó. Az már fél siker. Kinyílná? Köszönöm. Anya írta, ezt szúrtam ki legelőször. Kedves Átó, Matyi vagyok, 7 éves, de durva, hogy ilyen fiatalon küldött. Nagyon szeretem a videóidat, küldtem neked kártyákat, nagyon durva sok mennyiségben küldtél. Nem örülsz neki? Nagyon.
Kérlek, ne nekem küld kártyát, hanem a tesóm listára válsz kell, küldjük a top class kártyát, köszönöm szépen, szép napot, további jó videózást, Matyi. Jó, hát ez brutál, amit küldtél itt. Atya világ. Berakom a válaszborítékba. Jó ég. Kezdjük el. Kezdjük el, mert nagyon-nagyon sok van. Iszonyat mennyiségben. Holografikus kártya. De hova rakom? Holografikus dizájnolással ellátott kártya. Azt a mindenit. És ez egy nagyon szép, ráadásul rare outfit, skin. Kegyetlen jó, de fogalmam nincs, hogy hova rakom. Nálam ez az etét azért az AC Milan elleni speciális kártyát nem löki le, de ettől független ez egy nagyon-nagyon bitang kártya, úgyhogy valahova én ezt így ide lefog ez itt dőlni, az a bajom. De ide bigyeztem, mert ez elég durva Fortnite-os kártya. Köszönöm szépen neked. Oké, okay. 10-es csomag, sorrendbe kéne menni? Nem ártana. Ez nincs megszámozva. Csak ugye nem is látom a sorrendet, annyi kártya van is. Max Verstappen. Nem engedi. A Forma 1, de király. Kimentem a Westennél az a kocsihoz is. Raktam is ki képet róla, óriási élmény volt, meg hát maga a Forma 1. Nekem még ugye nem ment le, amikor ezt veszem fel. Lehet, mire te már nézed, addigra már vége a magyar nagy díjnak, de óriási. Nagyon-nagyon izgalmas, meg várom ezt az egészet. Na jó, ez az évad eddig egyes. Nézzük is. Az egyből egy Forma 1. Méghozzá egy óriási Forma 1 pak. Fettellel, Idol Leclerrel. Az komoly kártya. Nagyon-nagyon jókat küldtél. Köszönöm szépen. Egyből a Forma 1 csúcsa. 12. Van itt nekünk egy... Hát nézzük meg ezt, mert ezen megint nincsen számozás. Bízom benne, hogy akkor ez most ilyen bonthatós téma. Lássuk meg, hogy ez mi, mert nem tudom. Ez lehet csak szivatás. Nem, nem az. Egy ilyen magyar kötél. Ha lesz iroda, akkor ezt kifeszítjük az ajtóba, és ezt kell átvágni, hogy beléphessek a futballkátszón irodaházba. Úgyhogy ezt addig elrakjuk. Ez pedig egy hetes, vagy egyes. Mi ez benne? Nem látom, hogy mi van mögötte. Hogy derítjük ki? Ki kellene pöckölni. Azaz. Wow, ez valami cseváros. Irgalmatlanul jól néz ki, retro festmény hatása van. Fogalmam nincs mi ez, de nagyon menő. Oda rakjuk Forma 1-es doboz mellé. Hát mi van itt ebbe a méldébe? Ez meg micsoda? Pénz alakja van. Ez 25 forint. Ez kemény 25 forint. Abból már egy vizes zsemlét se veszel. Annyira értéktelen. Szomorú amúgy, milyen durva, nem? 25 forint. Régen még mennyi mindent vettél belőle? Kis gagyirágót, meg nem tudom, vizes zsemlét, kiflit, de most már 25 forintba. Á, ki se röhögnek. Nem látják a kezedbe a pénzt. Nem létezik. Na mindegy, jó. Nem kesergek, csak érdekes. Ott lesz purple. Azt a mindenit. Purple. Az eléggé ritka. De király vagy. Az egy nagyon ritka Forma 1-es kártya. Én most már azt lehet, hogy már kiteszem. Hát a zöld is elég jó, meg ezek, de... Vagy egyáltalán van zöld a Forma 1-ben? Na mindegy, szóval ehhez... Ez a paralel.
Az nem rossz. Nem kaptam még paralel tőletek. Csak azért fogom kitenni, de ez az etekártya, ez nagyon durva, de szerencsére van itt neki egy fix hely, onnan el nem mozdul. De ez megkerül standre. Ez a Lando Norrisos lila rózsaszínes paralel. Köszönöm szépen. Nagyon örülök neki, megy az albumba. Nem tudom, melyik számnál tartottam. Hármas. Onnan. Úgy. További Fortnite kártyák, amik nagyon királyak. Itt ráragadt egy ilyen perces kártya is. 3D-s. Itt is van rengeteg sokféle minden. Még Lego Star Wars új Fortnite széria kártyái is ott voltak. Köszönöm szépen. Négyes kell nekünk. Durva ez a mennyiség, amit küldtél, teljesen le vagyok nyűgözve. Új Fortnite kártyák, jó van régi is, de van új is. Itt is rengeteg féle fajta típusú. Úgyhogy Fortnite albumokkal elő. Kéne következnie egy ilyen ötös szerűségnek. 10-es, 5-ös ott van, lángol. Ezt bevágjuk. Úgy. Fortnite-osok továbbra is. Érdekes, hogy ugye ez miért volt külön a többitől. Na most melyik a 6-os? Ott a pont, úgyhogy akkor ez a 9. Ha, trükkös. De nem megfejthetetlen. Kis segítséget azért adtál. További Fortnite. További rengeteg Fortnite kártya. Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy így lesz-e hiányzóm egyáltalán. Lehet, hogy nem. Kell egy 7-es. Egyesnek nézem mindig ezt, de rá kellett jönnöm, hogy ezt már kibontottam. Úgyhogy ez inkább 7-es. További Fortnite kártyák, de ez extrémen becsomagolva. Mindjárt kiderül, hogy miért. Nem derül ki igazából, hogy miért. Ettől függetlenül nagyon jó kártyák. Azt hittem, hogy ebbe is paralel van. Nem az, hogy elvárom, csak furcsáltam a csomagolást. Jó. 8-as. További hát óriási nagy Fortnite gyűjtők vagytok. Hát dől a Fortnite kártya! Azért mondom, hogy figyelni kell. Hát veszélyes, amit csináltok. Jézusom, optikróm! Éreztem a fogásán, hogy túl vastag. A Fortnite-os kezek. Azonnal érzik az optikrómot. Kiképzést kaptam ebből. Ez nagyon durva. Köszönöm szépen, de miért kapok ennyi jó Fortnite-ot? Uncommon is egy rare paradigm. És ez, ott a körvonal csillogás, látod? Ott. Ott bizony, ott a páncélja. Szexi. Köszönöm szépen, ez nekem nagyon forró kártya. Ez nekem most az optikróm, az nekem most lelöki. Az lelöki a Forma 1-et is. Ez hihetetlen. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Kettő Fortnite, az egyik sima holó, a másik optikróm. Optikrom barátunk úgy csillog, mint a veszedelem. Ez nagyon durva. Na jó, 9-es. Hihetetlen, miket küldtök. Az új legdurvább méldé. Az új legdurvább méldé. Nem. Legendary. Nem. Ez hihetetlen. Ez hihetetlen. Ez komolyan mondom, ez nagyon durva. Legendary. Tempest. Optikróm. Hibátlan állapotban.
ez nagyon durva. Hát ez nem jutok szóhoz. Nézd meg, ahogy a páncélja ott is visszaveri a fényt. Nem hiszed el, komolyan. Erre inni kell. Állj meg. Páncélcsillagást akarok látni a videóban. Hú. Köszönöm szépen. És top class kártyákkal segítsek nektek az albumot befejezni. Amikor olyanokat küldtök, akkor leszakad a fejem. És persze, hogy ilyenkor nincs fészkem, ne haragudjatok. Amint lesz lehetőség, azonnal megoldom ezt a fészkes dolgot. Tizi. 11. Mit tettél? Mit tettél, 11? Csak nem görkorival betörted mások fejét. Na nézzük. Hát ez nagyon komoly. Nem bírok koncentrálni, nem látom a kártyákat, csak lapozom, de igazából üres a tekintetem, mert folyton azt nézem. Legendary Optikrón. Köszönöm szépen neked amúgy, amiket küldtél, mert itt a Fortnite mennyiség is azért észveszejtő. És további Forma 1-es kártya, aminek a Forma 1-es albumom örül a leginkább, amellett, hogy én is nagyon boldog vagyok. Micsoda jó lapok! Diamond Limited Edition. Edzés, stratégia kártyák. Komoly, komoly starter pakot is elküldted nekem. Hát ez... És még van itt egy ilyen. És még van itt egy ilyen Invincible kártyával a tetején. És még... Még... És még... Remélem nem maragszom meg, ha a Fortnite duplákból egy srácoknak majd szétoztok egy párat. Mert nagyon-nagyon sokat küldtetek. Iszonyat mennyiség. Egészen elképesztő. Itt mik vannak? Hát itt fél matrica. Az mondjuk vicces. Csillogós, ú, de szép amúgy. Első albumom, ami 100%-ra volt. Első matricás albumom, ami 100%-ra meglett. Még a kis Florian téren mentem a kis kettő darab matricámmal, hogy az utolsó kettőt begyűjtsem ebből a szériából. Mai napig emlékszek rá, ez volt már egy 5-6 éve egyébként. És mondta az apuka, hogy nyugodtan nyomathatjuk, cseréltünk máskor is, nagyon jó fejek voltak, kis rácsa. Soha többé nem cseréltünk, ez ilyen fun fact a sztoriba. De erről senki nem tehet persze. Limited Edition. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Oké, hát itt most kimaradt egy két percnyi bontogatás. Igazából semmilyen kártyacsomót nem bontottam ki. Csak magát itt a dolgot, meg a levelet kezdtem olvasni, ennyi maradt ki. Szóval köszönöm szépen az előző küldőnek ezeket a rengeteg szép kártya, ez volt még a utolsó paknak a végén, brutál volt, de tényleg. Ott van a kis válaszboríték, a következő küldőnknek itt vannak a kis csomagjai. Ezt kell aláírni. Szia Renátó! Szeretnék kérni Top Class albumba kártyákat, a lehet Top Mastert is. További sok sikert a videóhoz, nagyon jó. Sok iroda hiánylistát, illetve a kártyát, amit alá kérni, az egy Kimi. Jó. Ezt itt behajtom, hogy beleférjem. Kényelmesen.
Úgy is van, és akkor nézzük, hogy akkor miket küldtél, mert ezeket viszont én nem láttam. Van itt Top Class. Oké, és ahogy látom egyből, hát egy durva skinnier. Tényleg nagyon-nagyon jók voltak itt is. Oké, Update Edition, tetén ki is lehet csúsztatni. Nagyon kis kellemesen, könnyeden. Rengeteg Update Edition-ös teammate lap, van köztük lerágott, mondjuk az durván néz ki, de a nagy része az rendben volt. EB. Ezt is itt ki lehet nyomni, ki lehet csúsztatni őket. Kikoffos kártyák, köztük csillogósokkal, FIFA 365-en magyarokkal, gold típusúval, olaszok, portugálok, finnek minden, mindenféle fajta típus nemzetiség, vegyes. Oké. Na, draki. Jó, ott tényleg vegyes, mert Topps és Panini is van, tehát már a márkák is keverednek, teljesen korrekt. Jó. Van még itt is egy kis vegyes pak. Ezt is megkukizzuk. Úgy, hát itt is azért itt vannak ledarált szérűek, de jó állapotúak is, úgyhogy nem csak a kártyák vegyesek, hanem az állapot is. Jó, oké, köszönöm szépen. Nézzük a következőt. Itt a teteje az üres, de az alja meg van pakolva. Úgy. Mindjárt látni fogjuk, hogy mégis miről van szó. Meccsetax, csillogós, teammate, levél. Az kell. Egy levél. Szia, kedves átó! Benni vagyok, 11 éves, fél éve nézlek, nagyon jók a videóid, először küldök csomagot, és itt pedig a Jánista 2022-es Panini FIFA 365 szériából. Válaszborítékot teljesen rendben van, úgyhogy megy vissza majd a dolog. Logó. Hogy? Nagyon király. Még magyar is volt, magyar logó. Hát nem tudom. Itt a Póni barátunkat, vagy egyszarú, nem is Póni. Azt odébb teszem. Puha, kellemes nyomkodni. Csak kell a stóc. Csak a hely. Timmit, abból is csapatok szerint válogatva, de abból is rengeteg. Atya világ. Az jó mennyiség volt. Jó. Még egy. Messi. Jézusom, ez csak csillogós. Az komoly. Game changerök. Ez durva pak volt, köszönöm. Jaj! Elfolyik és letarolja a Fortnite holót. Sima meccsetax. Így is van, régebbiekkel, újabbakkal, teljesen sima és teljesen vegyes. Az évjárat is. A csatax csillogós. És van. Hoppáré, és a végére Capoue, illetve Waldschmidt. Az nem semmi. Köszi szépen. Jó, nagyon-nagyon durult ez is, teljesen rendben volt. Most viszont egy nagyon-nagyon régi moderátorom küldeménye. Alex a küldő, aki hát ilyen, ugye mutatom, és páros szatyiba bedobott rengeteg kártyát. Köztük albumot, úgyhogy nézzük talán elsőre az albumot, az könnyebb lesz átlapozgatni. Úgyhogy lássuk meg, miről van szó. Ott is a borítójában is van egy-két kártya. Csapatok szerint rendezve, Chelsea, Liverpool. Hát ahogy az eredeti albumban is van, úgy van itt is csapatok szerint rendezve igazából.
Teljesen királyú, még a csillogósok is ott vannak. Teljes teammate sorok. Ez menő, hogy ez így albumban van, mert nagyon sok helyet foglalna, ugye? Hogyha csak simán lenne, és a végére egy... Hugrabuk Helga Harry Potteres, jó régi, kártya. Wow! Az is igazi különlegesség. Limitált lapokból is van néhány. Nagyon szépen köszönöm, ez maradt szerintem így albumba, ez így teljesen tökéletes. És akkor ugye az album alapján át tudom nézni, hogy mi kell, meg mi nem. Az én albumom szerint, de hát a nagy része az szerintem. Hogy lehet, hogy elkezdem ezt tölteni, ki tudja. Jó, nézzük a többi kártyát, mert itt nagyon sok féle fajta van beszórva a zacsiba. Euro 2012-es fans favoritek. Újabbak, régebbiek, FIFA 365 2017-ből van iszonyat mennyiség, ahogy látom, ezek mind azok, mind 2017-es FIFA 365 lapok. Ezt ide oldalra is teszem, toronyba. 2012 euró hibátlan állapotban, tehát nagyon szépek az állapotok. Vannak még annál is régebbiek, ott már azért nem tökéletes, de simán elnézzük neki. Köszönöm szépen. Ezek pedig itt. Ugyanúgy euró 2012, úgyhogy azt az albumot is előszedjük. Hát itt rengeteg lap van, amit bele lehet tölteni. Úgyhogy elő kell kutatni azt a kártyát, zacsi megy oldalra. City logó, és még több 12-es csillogósokkal, fans favoritekkel, nagyon jó, köszönöm szépen, igazi retro finomság. Jó, Harry Potter is nagyon meglepődtem. Nézzük akkor, vannak itt ilyen kisebbek. Haladjunk abba az irányba. Válaszboríték. Meglepi. Talán a levél. Szia, kedves FCH, Sanyi, 15 éves negyedjére küldök csomagot, azt küldesz vissza, amit jónak látsz. Oké, okay. Nézzük Timmit. Státizéljük. Dugós késsel. Úgy, elég masszív volt. Hoppáré. Hát ez nem Timmit. Ez nem Timmit. Jó, becsapta. Ez nem teammate. Van Dijk, Nations League. Atya úristen, csak csillogós. Hát ez nem teammate. Azt a mindenit köszönöm szépen neked. Jó, megbusztolod itt az albumot. Ezzel a kis teammate pakkocskával. Ami nem is az. Oda fel. Válaszborítékod. Ne szórakozz. Shield. Feel for them. És további Nations League, Pedri! Az komoly. Ez is durva. Ez is durva, de ebből már rengeteget nyitottam. Jó, hát a rengeteg az ilyen 3-4 darab. Szóval ebből nyitottam, és viszont nagyon sokat küldtetek is, aminek nagyon örülök. De ebből egyetlen egyet nyitottam, az új Nemzetek Ligája Shield kártya, nézd meg mennyivel nagyobb. Jóval, jóval, még lefelé is oldalra is jön. Elképesztően jól néz ki, és nagyon ügyesen küldted el, mert hogy ezek itt, ez hogy kitalálta ki, hogy legyen rajta ördögszarv, én ezt nem értem. Mert hogy ezek annyira labilisek, annyira könnyen letörik. Fantasztikusan jól néz ki, iszonyat szép a dizájnja. Köszönöm szépen, hogy ezt elküldted. Én nekem ezt tend, mivel hogy először lett küldve nekem általatok ilyen Nemzetek Ligája Chrome Shield kártya. Nem bírom beletenni, hihetetlen. Nagyon-nagyon furcsa ennek a kivágása, és emiatt nagyon-nagyon nem egyszerű védőbe tenni, de megvan, és kell is neki a védelme, könnyen roncsolódik. Mit szedjünk le? Fortnite-ból már van egy
Ezért fogom leszedni, pedig ez új szériás, úgyhogy nem érzem fairnek a dolgot. Epic Fortnite holokártya. Ott pedig egy legendári Optikrom, szóval az szintbe elvileg fölötte van. Úgyhogy egy ilyet odarakunk. De ennek is nagyon-nagyon örülök, nincsen elfelejtve semmi. Nagyon szép ez alap is. És ennek is tudunk egy kis fényecskét adni. Pedri, nagyon durva vagy, nagyon durva. Ez tényleg, ez óriási, majd az albumban, majd nagyon örülök neki. Köszönöm szépen neked, császár. Ez az új legdurvább méldé. Ez komolyan. Én csak ennyit fogok címbe írni. Az új legdurvább méldé. Mert hogy már volt egy legdurvább méldé. Nagyon, igen. Azóta nem mertem méldét legdurvábbnak hívni. Ez mi ez a sok lóvé? Van egy 200-as is. Nekem kell válaszborítékot venni? Ezt oldalra rakom, ezt a lovettát. Oké. Okay. Szia FCH! Marcelik 11 éves, 7-szer küldök. Ezek kártyák is szeretnék 5 darab védő tasakot, különleges kártyákat, válasz borítékba találsz pénzt a borítékba. Jó, csak a címed akkor kell nekem. Bontatlan minyonos csomag, köszönöm szépen. Várjál, címet kell akkor. Azt hiszem ez az. Honvéd út, talán ez lesz az. Egyeztetem itt a dolgokkal. Jó, ez lesz az, igen. Na jó, akkor ezt belerakom. Lóvét belerakom, hogy emlékezzek rá, hogy kifizetted, és akkor majd veszek neked válaszborítékot. Nem annyira szeretem ezt, örülök, ha ti megveszitek, de ugye fene. Bontatlan csomag, nézzük meg. Minyonos. Minyonos, bontatlan. Ó, de jó, csillogós. Hát ezeket dobom is be az albumba. Köszi szépen, tök jó. Dínós matrica. De jó. Nagyon jókat küldtök. Ezek tényleg aktívan segítik az albumomat, hogy be tudom tenni. Minecraft, Fortnite. Teljesen jók. Köszi. Ez pedig valami kis izgalom. Szántóregő. Száz Club, Pogba Top Master. Még több Száz Club, még több Száz Club. De ezek már ilyen retro, finomságos százklábok. Ami persze nem kisebbítő jelző, hanem csak egy tulajdonság. Köszönöm szépen! Nagyon jók voltak. Nézzük, jöjjön a kövi. És még a végén is ilyen durvák vannak. Ez meg a levél. Kiborul minden. Premier League mozaik, vagy mi ez a... Ja, az. Olyan doboz bontottam, ugye. Szia, kedves futballkárcún, Sanyi, 15 éves, harmadjára küldök csomagot. Most a mennyiséget, minőségre figyeltem, igen, küldtem meccset 101-et. Nem, te küldtél az előbb, most mi van? Score lapokat, többet rábízom. Hiszen a Fradi kikapott otthon a szlován ellen. Semmit nem szólok arról, hogy a Fradi kikapott otthon. Hiszen vendégben megalázta a szlovánt, 4-1 óriási sikert aratott. Úgyhogy semmit nem szólok a hazai meccsre. Szomorkás, de sok hazai szurkolót sajnálom, de egyébként meg jól játszott a csapat. Oké, nézzük is, miről van szó. Húha! Húhú! Az komolyakat küldtél. Purple. Ritkaság. Haaland úr. Köszönöm szépen. Elég durva. Magyar. Hát nézegessük meg. Oké. Okay. Lesz. Ott is. Mézi Mount. Van Dijk, Lewandowski, Ruben Dias. Kis csillogás. Meglepi standes, jajaj. Krisztál.
Az komoly. Új szériás kristál. Az durva. Mennyi kristál, te jó ég. Ez rengeteg. Azt a mindenit. Köszönöm szépen neked. Azt sem tudom, hova nézzek. Meccsatax. Vessük a meccsetaxot. Krisztál. Krisztál kollekció, nagyon durva vagy. Heritage-ek, az is az egyik legritkábbak. Azt a mindenit. Hát ez nagyon, nagyon durva. De annak is nagyon, mindegyiknek nagyon örülök. Jó ég. Nézzünk itt is bevágást. Úgy. Ebben magyarok lesznek. Szoboszlai Dominik, nincs meg. Nincs meg, azóta se sikerült megszerezni. Köszönöm szépen neked, azóta se tudtam rá szert tenni, és most végre így meg lehet általad. Köszönöm szépen, Szoboszlai Dominik csillogós lapja. Óriási vagy. Aláírni már aláírtam, visszaküldtem, de nekem még nincs meg. Ez is megtört. Standes, úgyhogy elvileg, vagy hát gondolod, hogy standes, vigyázni kell vele. Megpróbálok, amennyire van rá lehetőség. Ez Ronaldo. Hát, Ronaldo. Hát, Pedri barátom, lehet fokozni, amikor azt hitted, hogy Pedri lesz ott a legdurvább. No, 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 no. Lehet fokozni. Cristiano Ronaldo. És most ugyanúgy fog szenvedni vele, mint az előbb. Vagy még rosszabb. Nem kapja be. Na végre. Hát ez... Bocsánat, Pedri úr. Téged is nagyon szeretünk, de azért a Ronaldo... Milyen fénye van? Miért van ilyen fénye? Miért kell szemfényvesztést okozni ebbe a videóba? Köszönöm szépen neked, nagyon durva. Ez tényleg stand. De milyen jókat küldtél? Óriás, óriási. Menjünk egy óriás küldeménnyel, Mr. Sportkác Hungary takarja le a méldély tartalmát egy óriás nagy borítékkal. Olaszországban volt a családjával, fantasztikus helyeken, fantasztikus dolgokat kajált, úgyhogy mindig éhes voltam, amikor küldött képet, de lootolt. Lootolt, és ha nézitek a csatornáját Sportkác Hungary úrnak, akkor már láthattátok ezeket a cuccokat, de most én is meg tudom nézni, és kiderül, hogy vajon miket bontok én belőle. Széria Glaciatori Titans, a legújabb Adrian X-el 2022 Panini kiadása, alkalmazása mindennel együtt. Ez az ottani top class, mert hogy Olaszországban sincsen még VB-s kártya, és ott is kellett valami erre az üres időszakra. Hát ez lett. Hát ez lett. És itt a nagy durranás. Nem bírom, hogy tegyem ezt le. Ne borítson fel mindent. A starter pack. 8 félér. A starter limiteddel. Atyaveled. És még lesz benne. Azaz. Szihetetlen. Nagyon komoly. Azt nem tudom, hogy bontsunk, vagy meccset játszunk. Bontsunk, vagy meccset játszunk. Bontsunk, vagy meccset játszunk. Ezt majd megkérdezem a starter paknál is, majd ott válaszoljatok rá valami frappánsat. Nagyon szépen köszönöm ezt az óriás startert, ezt oldalra rakom, mert itt mindent eltakar, de ezeket a pakkokat viszont itt hagyom. Olasz bajnokságos, speciális, csak Olaszországban jelent meg ez a cucc. Szériában pedig van 212 kártya, könnyed nyári gyűjtögetés. Ez erről szól igazából. Én nem is tudom, hogy ezt hova lehetne tenni. Úgyhogy oda tesszük. Hát ez nagyon jó. Köszönöm szépen, te köszönöm. Úgyhogy nagyon király vagy, hogy hoztál nekem. Zsír. Na, nézzük. Kövi.
hogy. Jöjjön is. Levél. Kedves Renátó, Ádám vagyok, 14 éves, Budapesten lakom. Először küldök neked kártyákat, remélem örülni fogsz neki. Te vagy a kedvenc vidésem, 2017 óta nézlek, remélem a család jól van. Megpróbáltam minden jobb minőségű kártyákat küldeni, inkább a minőség, mint a mennyiség. Lehetne újra stúdió, room tour videó, nem változott semmit. Hát, most mutassam meg. Hát megmutattam, hát most nem szégyellem igazából. Ezek a lehetőségeim. Vagy vagyok a hálószobában, egy ilyen törpe kis hálószobában, ahol van az íróasztalom, meg egy ilyen minimális kis hely. Az nagyon necces. Ott szoktam a gaminget felvenni, meg mostanában a facecam-es videókat. És van ez a videós műhely, felveszem a kis állványt. Van ez a kis videós műhely, ami tényleg egy klasszikus műhely, kis retro rádióval, köszörűgéppel. Ott vannak a maradék méldei cuccok, ott tetszük is kulcstartó. Szóval ennyi, ott gyűjtöm a válaszborítékokat. És ez egy klasszikus műhely, tehát itt faanyagok, köszörűgép, izé-bizé, mindenféle van. Van itt egy ilyen poén polcom, ott remélem látszódik, ott oda rakom az ilyen poén dolgokat, de hát ennyi. Tehát itt felakaszgatom a Trace & Chase által küldött izé... Várjál. Na, tekeredjél fel. Szóval, ott a Trace & Chase által kapott vackokat felraktam, de itt elveszik minden a fázismézről, ceruza, az ollók, a nem tudom, mindenféle dolgok között, ez a sok kártya, meg amit én művelek itt a műhelybe, ez a hétköznapokban egy klasszikus műhely, az égvilágon semmit nem változott, azon kívül, hogy megpróbáltam egy picit rendet rakni, úgyhogy ennyi a stúdió tour, room tour videó. Ha lesz egyszer iroda, mert hogy nagyon szeretnék, ahol tényleg én saját magam vagyok, és oda rakom a dolgokat, ahol én akarom. Nem az van, hogy össze kell pakolni, mert másnap itt fűrészpor, meg farigcsálás, meg minden van. Na majd akkor lesz értelme. Addig minden ugyanúgy néz ki sajnos. Bocs, ha csúnyán írok. Küldeményem egy cserébe, ha tudsz, akkor küld nekem vissza pár Panini FIFA 365-t írod milyen kártyát. Megköszönném. Jó. Tedd ennyi. Stúdió túr cucc. Oké. Okay. Válaszboríték. Nagyon jó. Na, jó, oké. Akkor van itt hiánylista, ez ugye fontos még. Azt berakjuk oda, és akkor nézzük meg, amiket küldtél, mert hogy mindenféle védelem nélkül van ide behányva néhány kártya, de közben meg nagyon jó. Tavalyi FIFA 365, és ott az Invincible. Szevasz. Mennyire durva. És itt is van néhány kártya. Ó, Topmaster! Hát azért nem apróztad el, és még egy kis tímétecske is beesett. Köszönöm szépen! Túró volt. Nézzük a következőt, hiszen azért még van mit a tejbe aprítani. Hogy? De ezek már ilyen kisebbek, egy-két nagy van még. Írd alá! Futballkárcon aláírás, tradingkárcon aláírás. Akkor nem bontogatom annyira ki. Nagyjából nézzük meg, de visszacsomagolom, hogy tudjam. Jó. Pöttyösös. De láttátok nagyjából. Ah, ez meg le is van ragasztva. Ez pedig FIFA 365-ös kártyák lesznek. Szuper jó. Csak úgy érdekelni szokott, hogy mit írok alá. Hogy kell ezt megnézni? Szia, kedves futballkárcunk, küldök néhány kártyát, légy szíves, írd alá, szeretném kérni pár kártyát, amik hiányoznak az albumból, ezen kívül szeretnék kérni egy retro kártyát, szeretem a videóidat, összeset láttam előre is, szia! Oké, írd alá, nagy boríték, kis kártyaküldés, nézzük, bontatlan csomag. És tényleg, bontatlan csomag, botme, három csillogós, köszönöm szépen neked, zsírói kártyák. Wow.
És az is bontatlan. Figyeld, most éppen el azért. Ez több bontatlan volt. Az komoly. Köszi. Hát bontatlan is van ebben a méldében, nem is kevés. Köszönöm szépen. Duci kis boríték. Az szétszakadt. András küldte. Ezt is. Ezt is. Levél. Kocsi. Skoda. Eniák. Komoly, jól néz ki. És nézzük is meg, András. Kedves NATO, ezeket a kártyákat tudtam küldeni. Amennyi lehetséges, szeretnék kérni cserébe Puskás Ferenc, hogy Diego Maradona, nincs is Diego Maradona lapom. Ez hiába kérsz, nekem sincsen. Vagy hát, de Black Labes van, de hát ez nagyon exkluzív. Úgy vigyázok, mint a szemem fényére. Ilyen listám el az update-ből. Oké, ez az első levelem neked. Köszi szépen. Megtanultad, hogy nagyot kell kérni, és akkor biztos szenvedek a visszaküldéssel. Úgy is van. Na nézzük. Miket küldesz? Hát itt állapotra van. Jó is, meg rossz is. Road to Qatar. Tök jó, hogy ezt így gyűjtitek. Itt valami Ronaldo. Ja nem, Bernardo Silva, ezt jó mellé néztem. Kataros, összefirkált lapok, kár érte. De van Gulácsi, meg Lindelöf, meg spanyol, vagy ez csak kódos cucc, mindjárt megnézzük. Top class, ez micsoda, ez csak kód. Azt a mindenit, de ezeket már nem is lehet beváltani. De kódos lapok, köszi szépen. Szalvéta cucc. Utolsó pakkod. Lego Ninjago Limited. Top klasszos kártyák. Csillogóssal a végére. Pöttyössel is. Köszönöm szépen. Jó volt. Utolsó nagy küldemény. Ez tényleg nagy küldemény. Nehéz is. Egy briket. Update edition-os. További briket. Top klasszos. UEFA eurós briket. Ez meccsetaxos briket. Ez nagyon sok minden. Ez meg nem tudom mi, limited. Ennyi? Ennyi. Jó, na nézzük. Ez a levél ugye. Oké. Okay. Levélben egy ilyen, ez mi? Ez mi? Kedves Renátó, kis Olivérnek láttam. Kis Olivérnek hívnak, 9 éves vagyok, nagyon szeretem nézni a videóidat. Először küldök neked kártyákat, fogad szeretettel, következő kártyát szeretném kérni. Kérlek, hogy kis Olivér kártyám hátoldát írd alá. Ez mi? 700-as. 2100 pontod van összesen. Ez mennyire jól néz ki? Ez baró. Ez nagyon jó. Honnan van ilyen jó kártyád? De jó, megköszi az és megmutattad. Természetesen aláírom egy vissza. Ez nagyon vagány. Nagyon-nagyon vagány. Nézzük, miket küldtél. Nemzetek Ligája. Jó nagy pak. Te hatás alatt vagyok annak a kis lapodnak. Nagyon tetszett. Rengeteg Nemzetek Ligája kártya. Gulácsi Petya bácsival. Köszönöm szépen. Limited. Nézzük. Mindenféle limited. A 2020-as FIFA 365-ből. Fortnite is ott a holó. Elmész. Epic holó. Opticrom, bocsánat. Opticrom. Mert hogy látszik a csávónak a mindene. Krómolva. Az pedig akkor Opticrom. És nem ez a meglepi.
És ennél még lesz durvább, vagy én nem tudom. Nem fér ki sajnos. A Legendary Optikrom az, ami itt elvitte a pálmát. Én nem hiszem, hogy egy Legendary Optikromnál lehet jobb. De nagyon szépen köszönöm, nagyon örülök neki, és ha ez előbb jön, akkor Stand is nagyon zsír, hogy Epic. Óriási vagy, óriási vagy. Csú. Kezdem kevésnek érezni ezt az öt Standet. Pedig kell valami határt szabni, de ezek szerint az öt az most itt kevés. Messzi króm! Messzi króm! Na jó. Na jó, na jó, na jó. Hibátlan állapotú messzi króm. Azonnal védőbe. Totál hibátlan állapotú. Lichtsteiner. Kicsit, én nem akartam annyira mondani, mert örülök neki, de olyan karcos, látjátok? Kicsit karcos. Ez hibátlan. De ettől függetlenül nagyon vagány a Lichtsteiner kártya. A Barcelona itt most nagyon uralkodik ott azon a szekción. És van Ronaldo és Messi is a standeken. Ez kemény. Ha, ennél jobbra már hova? Rookie, Parallel, Shield, Optikrom, hova? Hova? Nem lehet ennél jobbat csinálni. Meglepít a végén. Nagyon jó. UEFA Euro Road to széria. Top class. Rooney. Ott a durva lap. Ez csak csillogós, te jó ég, nem, de nagyon nagy mennyiségben csillogós. Nagyon nagy mennyiségben az. Azt a mindenit. Egészen hihetetlen. Update edition. Nem anyja Nikolic az elején. Rengeteg csillogóssal, mindennel. Még egy Nikolic tömegben. Hibátlan állapotúak, csak mondom, csak jelzem, minden kártya hibátlan állapotú, és ez nagyon vagány. Nézzük a meglepit. Nemzetek Ligája, sajnos sérült lap is van, szám. Signature Premium Goldok, Sallai Roli, de szép lapja. Messi, Zsorinho, Hazard. Nagyon jók, de én mégis azon a Messi krómon lepődtem meg a legjobban. Köszönöm szépen neked, őrületesen jókat küldtél. Jó, hát nagyon nehéz bármit is mondani. Nézzük tovább. Nézzük tovább. Na tényleg elakadnak a szavaim, annyira durva itt minden, mi történik. Update edition. Közben egy válaszboríték, közben egy levél. Kedves Ánto, engem Krisztiának írnak, másodszor küldök kártyát. Kártyákat cserébe szeretnék Top Class Invincible Fortnite 13-as kártyákat, ezt pedig aláírni szeretnéd. Teljesen vállalható a kérés. Meglátjuk azt a top class-osat, de Fortnite biztos jó lesz. Ezek tavalyi Forma 1-es kártyák, hogyha jól érzékelem. Igen. Ezek is nagyon jók persze. De az idei design azért ennél még egy picit jobb lett. Ez egyértelmű. Oké. Ez Fortnite 13, abból küldtél valamit, de ez 20-féle módon össze van celluxozva, úgyhogy itt fogjuk kibontani, és akkor nézzük is. Amit küldtél, az egy Bradley VB-s kártya, nagyon szellemes. Nincs.
Ez pedig Update Edition, 20 réteg papírral, bevédve. Teljesen jók egyébként. Oké, okay. És akkor a válaszborítékod. Na már ott is helyi szűkébe vagyok egyébként. Jöjjön a következő. Aha, csak hogy bontom ki. Így. Ja. Na nézzük, válaszborítékod. 50 gram még jó lesz. Kedves FCA, Sofinak hívnak, 8 éves. Most küldök először csomagot, nagyon szeretem focit és a kártyagyűjtés. Focizom is, most kézizek. Ja, fociztam, most kézizek. Szeretnék kérni kártyákból Neuer, Top Master, Ronaldo limitált, és itt írod. Tesom Benyám 5 éves, és imádja a Forma 1-et. Na, azt én is. Ha még belefér, szeretnék kérni neki Schumacher kártyát. Michael Schumacher. Hát arról nincsen kártyám. Szerintem arról nincs is kártya. Schumacherről. Maxa fiáról, Mick Schumacherről, de Michaelről, azt nem hiszem. Szerintem az ilyen vagyonokat érhet, nekem biztos nincs olyanom. Szintén rád bízom, milyen legyen, szeretem a videóidat, ne hagyd abba, Sophie. Még szeretnék kérni arra, hogy ezt a videót, amiben ezt a csomagot bontottad, anyukám e-mail címére létszik, küldd-e be inkább, vagy nehogy lemaradjak róla, nézd meg mindet! Ha! Nézd meg mindet, és akkor nem maradsz le róla. Nem fogom tudni így elküldeni szerintem, majd ha eszembe jut mindenképpen, de én azt ajánlom, hogy nézd a videót, és akkor nem lesz gáz. Na, aláírás. Az pedig akkor... Ronaldo. Ez megy bele a kis borítékbe. Timmit. Még hozzá Top Classból. Rengeteg teammate, köszönöm szépen neked. Ezt pedig kéred vissza. Na ilyenkor ugye ez megint bajos szokott lenni, ezt nem szeretem. Már volt ez az 1/1 Bappé is, minden, szóval hogy utaztatod. Utaztatod a drága kártyákat. És ez fájó, mert ha a posta elveszti, vagy bármi történik vele, akkor ez rém kellemetlen tud lenni. Top Master teljesen letört sarokkal, ez kár, hogy ez ilyen állapotú. Ronaldo, Mbappé és Messi, nagyon szép kártyák, de kár volt ezeket így utaztatni ezért. Én elhiszem, hogy jó lapjaid vannak, emiatt ne kockáztassuk, hogy a posta elhagyja. Na, lejtem. Pedig egyébként egy vegyes pakról van szó. Nézzük, Ajax logó, csillogósok, a végére, vegyes csillogós. További signature style lapok, 100 klábos, power 4, ez pedig csak csillogós lesz, legalábbis a leírás alapján. Érdekes csomagolás technika, már egyszerű kibontani. Inkább bevágom. Oké. Okay. Ja. Ó, nagyon jók. Gavi, Modric, De Bruyne. Nem mindegyik csillogós, de nagyon jók. Köszi szépen. Jön egy ilyen Ramos matricás. Úgy. Szép kis adag, mindenfélével, Lego Star Wars, meglepivel, válaszborítékkal. Ó, gulácsi, tehát muszáj nekem is ilyet visszaküldeni, aminek a hátulján van valami, ez pedig egy Rice. Ó, de jól néz ki! Azt a mindenit! Kegyetlen jók ezek a rajzok, nagyon-nagyon ügyes vagy. Nézzük azt a levelet. Szia, kedves futballkárcún, titán vagyok. Hát igen, menő a rajz. 11 éves, most küldök negyedszerre, amit kérnék, Puskás Ferenc,
legend lap bármilyen állapotban jöhet, még egy select lap az nem lesz gond, a limited, a puskás az gond, igen. Abból nincsen 20 millió cserém, sajnos az egyik legritkább. Köszönöm szépen a rajzot, óriási. Jó, ezt akkor ide. Lego Star Wars. Na. Úgy. Nézzük is. Teljesen rendben van, Lego Star Wars kártyák. Nézzük ezt az átgumizottat, Tops Matchatax. Azon belül is, Harry Potter, pöttyös. Hát ez eléggé vegyes pakk így, menő. Ez pedig matrica. Igen, meglátjuk, hogy milyen. Tehát vágom a dolgokat, hogy rájöjjünk, hogy milyen matrica ez. Azaz Bajnokok Ligája. 2010-es VB. Azt figyeld, mennyire retro. BL is van. Ez kemény. Na ez finom retro matrica. Köszönöm szépen, portugál logó az elején. Meglepi. Ez megint mi ott? João Félix Stájtól Winners Chelsea is. Nagyon komoly. Nem fér ki. Nem fér ki. Nagyon köszönöm. De sajnálom, ezek nem férnek ki. Nagyon jó lapokat küldtök egyébként. A végső fotókon lesz valami prémiumos rész is. Ez biztos. Következő nappa. Jó, ez be van belsőbségi kis boríték. Kedves futballkárcú, Nagy Krisztián vagyok, 21 éves, nagyjából másfél éve követem videóidat, komoly. Régebben gyűjtöttem nagyon focis kártyát, egy ide elhanyagoltam, viszont Manchester City drukkár vagyok 7 éve, mindenféle dolgot be lett szerezve tőlük, még két tetovás is született róluk a karomon, nagyon komoly. Te vagy az N46-os srác, a BMW-s. Óriási, óriási. Már csak az is, mert én is BMW fan vagyok, meg hát az egész család. Úgy döntöttem, hogy nekiállok gyűjteni City-s focis kártyákat, így a lapémért cserébe szeretnék tőled kérni, hogy ha találsz valamit. Igen, ez azért érdekes felnőtten, ugye felnőtten már van ez a szint, amikor az ember nem csak gyűjt néhány kártyát, meg izé, hanem rámegy a durvaságokra, a külföldi cuccokra, az ilyen prémium finomságokra, és a becélzett csapatot óriási nagy vagány kollekciót össze lehet szedni, úgyhogy sok sikert kívánok. Nem fontos, ami eddig megvan, le is fotóztad őket, majd az alapján dolgozok. Ezen kívül bármi jöhet, inkább csapatos, hogy preferálom, nemzetközi kártyák is jók, akár több kisebb értékű, egy-két nagyobb is. Körülnézek, mit találok. Figyelj, körülnézek. Köszönöm szépen, üdvözlöm meg egy családot. Jó videózás továbbiakban. Krisztián, köszönöm szépen neked. Nézzük, hogy miket küldtél. Illetve sok sikert akkor a BMW-hez is, meg a gyűjtéshez is. A City-s gyűjtéshez. Na nézzük, retro tartalma. Ezzel kezd pár kettő. Várjál. Ezzel kezd egy vegyes. Na, nézzük akkor. Szúgy. Na, tök jó, hogy amúgy, hogy ilyen idősebb korosztály is rám talál. Mert hibátlan állapotú kártyákkal szoktatok dolgozni. Azokat küldtök, olyanokat gyűjtetek, és ez tök jó. Ezt imádom. Még a szagát is érzem, ahogy legyártották ezeket a lapokat, annyira jók. Rengeteg csillogós és nemzetek ligája. Köszönöm szépen neked! Albumot tépjük fel, pakoljuk bele. Úristen, hogy leboruljon itt minden. Retro, ezzel kezd kettő. Úgy. Aha, 2016-os, de itt is ez a durva, hogy hibátlan. Ó, nagyon zsír.
Lapok, köszönöm szépen neked. Jó, legnagyobb becsben tartott lapjaim. Kettes. Hol van egyes? Game Changer, plusz más. Nézzük. Azt a mindenit, Ronaldo. Game Changer limitedek. Ezek nagyon jók, ezek a dombornyomottak. Messi dombornyomot. Van, ami Ronaldo fölé is nőhet, egy Messi dombornyomot, mondjuk. Topmasterek, azt a mindenit, miket küldesz. Várjál, nem feszegetjük. Mondom. Hogy... Jó ég. Topmaster, 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 Topmaster! Nagyon szépek! Jézusom! Nagy Csávi, érted? Már a Barcelonának az edzője. És érted, itt van kártyában. Hihetetlen, hihetetlen. Micsoda agymenés. Imádom a retrót ilyen szempontból. Főleg a hibátlan állapotú. Gyönyörűek. Gyönyörűek ezek a lapok. További limitedek, és látom, hogy a top class-t is boostolod, signature, és boostolod a limited szekciót, invincible, katasztrofálisan szép kártyák. Ezt ide rakom, azonnal veszem elő majd az albumot. Jó ég, és még van egy négyes, és kit tudsz letolni a standről, ha ilyen legnagyobb badge-ben tartott dolgokról van szó. Az figyeld, ez nagyon ritka. Nagyon szép és nagyon ritka. Ez duplázós, holografikus, ez is nagyon vagány. Azt a Gullit, hihetetlen Rui Costa. Ez a Beckenbauer jöhet előre. Három bajnokok ligája siker Beckenbauernek. Zseni a srác. Nagyon szépen köszönöm. Óriási lapok, fantasztikus kinézetű, minőségű kártyák. Igyekszem neked segíteni valami jóval. Köszi szépen. Utolsó előtti küldemény. Top class, FIFA 365, pöttyös, FTC. Dino, meglepi, levél. Kedvesen Renato Ádám vagyok, 6 éves, most küldök először kártyákat, küldök 5 bontanival csomagot, még egy meglepít, bízok benne, hogy fognak neked tetszeni, vagy tudsz majd belőle továbbadni, hát valaki pont ez szükséged. Nagyon kedves vagy egyébként, hogy ilyet írsz. Nagyon tetszik a videó, remélem, hogy sokat fogsz még feltölteni, igyekszem. Top class hiányzóim vannak, tudom, nem kell is, de nem tudsz küldeni belőlük, biztos. További sok sikert, nyomjad a gaminget, tradinget, futballkárc, hunt. Gaming nagy kedvencem Gulácsival. Örülök neki. Örülök, Ádám, hogy tetszik, amit a gaming csatornán is leművelek, ott is azért pörög a FIFA, néha belenézünk egy-két új játékba. Most is lesz majd, jövő héten. Illetve hát mondom, FIFA karrier, forma egy, minden. Igyekszem. Hogy oda is toljátok meg a feliratkozást, hogyha érdekel a videójáték is, akár velem. Dino 3D, nem is tudtam, hogy van ilyen. Milyen jó a tap, nagyon-nagyon kellemes érzés megfogni. De furcsa. Nagyon-nagyon sejmes a kártya. De tényleg az. De jó érzés megfogni. Fogalmam nem volt, hogy létezik ilyen. Köszönöm szépen. FTC, erre is nagyon kíváncsi vagyok. Ilyen FTC tematikájú kártyát küldtél. Aha, ez még a régi bajnokok ligája, reméljük majd lesz új bajnokok ligája is. Óriási lenne. Óriási lenne, az biztos. Pöttyös. Kis pöttyi kártyák, teljesen oké. Okay. FIFA 365 2022.
Nézzük is. Ez az, amit írtál. Teljesen jó kis trófával. Nem tudom, kevés a hely. Oldalra tettem. Hogy? Top class. Azt a mindenit itt is. További csillogós felhozatal, és rengeteg témét sima. Meglepi pak. Nézzük. És ott vannak a durvák, a legdurvábbak. Pöttyösből, top classból, fradiból, uzuni, dibusz, hihetetlen. Nagyon szépen köszönöm neked. Utolsó csomag. Aha. Na, ez király úr ráragadt a kezemre. Aj, Isten. Aha. Hogy? Ne! Szóval megint mi? Hogy? Levelet kéne nézni, mi? Azt kell fel nézni. Most már mindegy. FIFA score. Sima. És FIFA score-ok a végére. Bappé. Az komoly. Az nagy durranás. Írd alá, légy szíves. Fontos. Ebben nem lesz rejtély. Ezt alá kell írni, az cseh. És be is van védőzve. Nagyon jól tetted. Főleg, hogy FIFA score-ról és Gulácsi Péterről van szó. Megy aláírósba. Nézzük a leveledet végre. Kedves Sátó Flórián, velük ezt a csomagot küldöm neked, mindig nézem a legújabb videódat. Kedvenc idom a Méldész. Top class cserék. Ezekben ilyen tudnák küldeni? Nagyon örülnék. Igyekszem. Figyelj, igyekszem majd, meg hát azért jókat is küldeni, meg ilyesmi. Ez mi? De ez ilyen védőben van, de igazából csak egy sima FIFA score kártya, nem azért, mert nem menő, hanem csak furcsálom a védőnek a intenzitását. Az első toploaderes kártya az egész méldébe, miközben tök durvák jöttek, mindesetre örülök neki. Prémium, óvatosan nyisd, akkor hagyjuk is. Jaj. Úgy. Panini FIFA 365 alapszéria, igen. Ez pedig akkor prémium, utolsó, a prémium méldé, a legdurvább méldé, a legdurvább méldé, mert még a végén is ilyen fullos, limited, meg érted, már vége van, de még mindig jön. És az utolsó csomagja a legdurvább méldének prémium kártya. Hihetetlen. Nagyon szépen köszönöm. Srácok. Nem tudom. Ez nem lehet megköszönni eléggé. Itt valami más kell. Azért is próbálok minél jobb videókat csinálni, ezzel bizonyítva nektek, hogy megérdemlitek, hogy látványos, érdekes tartalom legyen. Itt a magyar focis kártyás videós életben. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok és megnéztétek, meg hogy küldtetek, meg hogy ilyeneket küldtetek, mert ez nagyon durva. A zetés kártya szerencsétlen nem is játszik, pedig az is annyira egyedi és annyira menő. Verekedés volt a standekért. Verekedni kellett. Volt mini stúdió. A védőimet bemutattam, hogy én hogyan rendelek, miként. Ádám is jött itt a család megváltó, család kiegészítő, feltápláló, ellátó csomagával, külföldi cuccok, sportkárc Hungary-től. Ajjaj. És itt a szallag, amivel, hogyha lesz iroda, ezt át fogjuk vágni. És úgy megyünk be az irodába. Óriási. Köszönöm szépen mindenkinek, aki itt volt. Legközelebb találkozunk egy következő videóban, addig is jók legyetek, és sziasztok! Mindenkinek nagyon köszönöm.